Nagy szeretettel köszöntöm a 7. VNTV tábor 6. napján a kedves jelenlévőket és az otthoni kedves nézőket is. Egyszer eljutunk majd odáig technikailag, hogy akár élőbe közvetítsük ezeket az adásokat. De minek? Ja, mondták, hogy gyertek el, vagy otthon nézegessétek. Na. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy ópusztaszerűen hányan voltatok ott az előadáson, amit tartottam? 3, 4, 5, jó. Hányan láttatok a filmet, ami ebből készült? Egy rész. Jó, oké, akkor nagyon sokatoknak ez egy új információ lesz. Ami nagyban különbözik az ottani előadástól az, hogy 16 részre bontottam a történetet, és igazából ott nem volt nagyon alkalom rá, hogy a hozzáfűzhető gondolatokat el tudjam mondani. És úgy gondolom, hogy ma itt erre alkalmunk lesz, és igazából mind a két előadásnak ez lesz a része, kicsit megtörjük majd a felénél, és a végén azt a közös imádságot elmondjuk, amit Hamvas Béla írt. Hihetetlen volt a számomra, amikor akkor a Szilencium című könyvben 60 évvel ezelőtti írását megtaláltam, és szinte minden szava a mai korról szólt. Olyan mélységig, olyan megrázóan, hogy beleremegtem többször, vagy 10-szer meghallgattam egyébként, meg bele is olvastam, hogy az alapvető kérdés az, ugye bízunk a Teremtő Jóistenben, hogy Isten magára hagyta a világot és benne az embert. Ugye alapvetően én is megkérdezem az ébredés elérhető a cukormázas álomvilág álmosító kényelmében, vagy az ébredéshez igenis olyan üzenetre van szükség, amitől valóban felébred az ember. Ez egy nagyon jó kis kérdés a mai embernek, hogy ahogy élünk, ahogy idegenként kezeljük ezt a bolygót, és leraboljuk minden szentségét, kiaknázzuk a természetet, tönkretesszük a környezetünket, tönkretesszük egymást, szétsikozzuk az eget, itt vagyunk Horvátországban, a gyönyörű tengerparton, és egész nap jönnek a repülők, és húzzák a csíkokat. Átléptünk a magyar határon, és egy gyönyörű zöld a kukorica, de nincsen közötte távolság, a határ túloldalán 5 kilométerre, mert mindenki van égve. És tudjuk, hogy ma már vannak olyan technikák, a WHO ezt bárhol leírja, hogy bármit megtesz és megtehet, annélkül, hogy bárkivel ezt meg tudja beszélni. És mi ehhez asszisztálunk. Na, menjünk bele a kicsikét. Ugye még itt egy gondolat jött Istennel kapcsolatban, hogy egy az Isten, a többi csak vallás. A vallás bármelyik is csak közted és a Teremtő közé áll. Sok esetben jó pénzért szolgáltatja Istent, megválthatod, megveheted a bűnbocsánatot. Hát erről nem kell senkinek semmit mondani. A történelem erről szól. És hogyha a hittérítőknek nem felel meg, ahogy te hozzáállsz a világhoz, akkor vagy megégetnek, vagy kiközösítenek, vagy bármit tudnak veled tenni. És amikor megdöbbentem arról, hogy buddhisták, ugye a világ legszentebb békés és nem hittérítő egyháza Indonéziában és Maláziában üldözte a keresztényeket, nem is értettem egyébként. Tehát először is Isten nem csinált semmilyen vallást, izmusokat meg főleg nem csinált. De amikor egy ilyen szent, szerény, nem hittérítő vallás, nem akar senkit megteríteni, üldözi a keresztényeket, akkor én teljesen hülyét kapok ettől. Ha már ugyanezt az iszlám megteszi, annak se örülünk, de annak van valami történelmi múltja és hagyománya. Na, Hénok volt az első proféta az apokalipszis küszöbén, sötét korszak kezdetén ő volt az első Ébert, mert a proféta nem annyi, mint Jós, hanem annyi, mint látó, szóló, mint őrző.
törvényeket és szokásokat hozott, végül, amikor a mennyben járt, ő volt az, aki a megváltót születés előtt saját szemével látta. Hénok lénye összeköti a paradicsom emberséget az apokaliptikus emberiséggel és a megváltás emberiségével. És ami még fontosabb, tapasztalata volt Istenről, ténylegesen látta őt és a hangját hallotta. Hénok megmutatta, milyen az apokalipszisben az egyetlen lehetséges magatartás. A sziklaszirált bázis, a megtántoríthatatlan hűség és elszegődés. Hénok ezért Matatron, a világ kancellárja, és Isten után közvetlenül ő következik. Ezek itt mind Hamvas Béla szavai, a Hénok című írásból szedegettem ki ezeket. Ma a válság egyre félelmetesebben, szorosabban ma, Hénok magatartásán kívül más egyáltalán nincs. Az apokalipszis jelenlegi végső szakaszában más tenni, mint ő tett, nem lehet és nem szabad. A megtántoríthatatlan hűség és az elszegődés, a megrázhatatlan bizonyosság az Úrban, ma úgy mondanánk, hogy az igazság szellemében ébernek lenni, hogy a keresztény vallás mondja hinni, mert a hit hűség, pisztis, ahogy a görög mondja Fidesz, vagy a latinok írják le. Ahogy görög mondja, Fidesz, ahogy a latinok írták. Légy hű, légy éber, az apokalipszisben a mélyponthoz egészen közel, a várható ítélet előestéjén, ma Hénok magatartásán kívül más bizonyosság nincs. Mi a megkérdőjelezhetetlen hűség, bizonyosság az Úrban? Elfogadni, hogy világunk teremtett és nem random, összetákolt, véletlen, hogy lehetsz hű a Teremtőhöz. Minden pillanatban a megkérdőjelezhetetlen bizonyosság magas rezgésszinten átéled a Teremtő szerelmes ragaszkodását a teremtett világhoz. Mert hogy ez a világ, ez a szeretetnek van egy magasabb foka, az a fajta szerelem, ahogy a Jóisten ezt az egész mindenséget létrehozta. Ez van ott van minden fűben, virágban, ott van a gyönyörű természeti lényekben, ott van az emberben. És hogyha ő nem lenne szerelmes az alkotásában, akkor ez sose jött volna létre. Volt egy nagy elhívása, amikor létrejött ez a duális világ, ahhoz neki valami nagyon nagyot kellett lépnie. És nem tudom, hányféle ilyen teremtés van az univerzumban, de a legmagasabb szintű szeretett Isten részéről az a szerelmes Isten. Nem szeretett szerelmes Isten. Na, menjünk tovább. Mi volt az a bűnt, amit a lázadó angyalok elkövettek, és mi volt az a sötét tudás, amire az özönvíz emberiségét a bukott angyalok megtanították? Igen, Bader szerint, ez egy német filozófus, már nem tudjuk, mert nem tudjuk elkövetni. Valami borzalom történt, amitől Hénok minden szava reszket. Nem kell azt hinni, hogy ez a borzalom az özönvíz fenekén nyomtalanul eltűnt. Talán létünkbe észrevétlenül beépült, és ezért nem tudunk róla, mert állandóan elkövetjük. Az özönvíz előtt élt emberiség sötétsége a mainál minden esetre kisebb volt. Ugye ezt felfogni, hogy mi folyamatosan az evolúcióról, bocsánat, pofázunk, és egyre sötétebb dolgokat teszünk a fejlődő emberiség nevében, önmagunk ellen, a természet ellen és minden ellen. Egyszerűen mi magunk vagyunk a pusztítók. Majd eljutunk odáig, hogy ki ez az Antikrisztus, meg mi ez a tulajdonság, de gondoljunk bele, és nem kifele beszélek, hanem befele. Én is, aki már szennyeztem a környezetemet, ma már mindent elkövetnék azért, hogy vissza tudjam fordítani ezt a nem kevés évet, de nem tudod visszafordítani. Mert amit elkövettünk a földanyával szemben, az szinte visszafordíthatatlan. Hogyan lett az ember ilyen embertelen, érzéketlen, istentelen? Mi volt az az ármány, ami az evolúció helyett devolúcióba taszította az emberiséget? Tudatosságról beszélünk, de mérgezett testű és szellemtelen droid az emberiség nagyon nagy hányada. Természetesen. A másképp gondolkodók meg az itt ülők, ugye hallottuk, hogy már ez is csak az egónak a csodálatos játéka, hogy mi eljátszuk, hogy mi mások vagyunk, de egyelőre nincsen jobb, aki jobbat tud, az boldogan követjük, de egyelőre a semminek nincsen további alternatívája. Az Antikrisztus korszakában mi ma mélyebbre merültünk.
nemtelen hitvány fiak, mondja Jeremiás, mi az oka, hogy mennél jobban ostorozlak, annál inkább növelitek a bűnt. Talpától fogva a tetejéig nincsen e testben épség, mindenestül seb, daganat, kelevény. Siess a dúlásra, siess a prédára. Az apokalipszis pedig így. Az Antikrisztusnak adatott hatalom minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött. És meg fog alászkodni előtte a föld minden lakója. Nézzétek meg, hogyha beszélgettek bármilyen testvéretekkel a világ bármelyik pontján, amit itt most elkövetnek, ezek a davoszi fiúk, az a világ minden pontján ez most meg van engedve. És hogy ezt kiengedte meg, az egy nagyon jó kérdés. Adatott nekik felsőbb hatalom, siess a dúlásra, siess a prédára. Hénok nem ismerte az Antikrisztus és azokat az embereket, akik összerágták nyelvüket a fájdalomtól, de azért nem tértek meg. Az ember kínjában a melléről a szőrt kitépni, amikor becsapottak milliárdjait látja, az árulást, az erőszakot, a hazugságot és a gyűlöletet, és a dühöngőket és az orgyilkosokat, a mérgezőket és a nyelvöltögetőket, és az elvetemültség, és a szenny, és a gyalázat, és a káromlás, és a törvényesített, és a megzenésített embernyúzás emberiségét. Siess a dúlásra, siess a prédára. Nyelvüket a fájdalomtól összerágták, de nem tértek meg. Ugye látjuk a civilizációnak az utolsó, mondjuk 500 évét, amikor megjelent ez a drága fehér rassz, bárhol a világban, Indiában, Kínában eljutott az amerikai földrészre, és ebben a szemléletben, a kereszténység nevében gyalázta meg a földet és az ott élő embereket. És utána a megtért híveiket, akik felvették a kereszténységet, és fölavatták őket szentségbe, utána jött egy új gondolat, letérték róluk a ruhát, és ugyanúgy rabszolgaként elhajtották őket. Tehát az emberiség ma már egyre többet hallod vissza, hogy ez a rengeteg bűnt, amit a fehérek elkövettek az emberiség ellen, az megbocsájthatatlan. A gazdagság minden, és ez most ugye nem Magyarországon maradtam, ez a gazdagság, hanem nagyon jól tudjuk, hogy a nyugati civilizáció reprezentásaira, ez minden megbocsájthatatlan. Dinuka most jött haza Görögországból, és akkor a legfontosabb, legszentebb dolgaikat keresni, akkor ki van írva, hogy keresd a British Múzeumban. Tudod, elmész Egyiptomba, bemész a királyok völgyébe, bemész a sírkamrákba, nincs ott semmi. A falakat látod, egy kis fölmázolt mostani festék, és nincs ott semmi. Ugyanez van, elmész Kínába, elmész, megnézed a téli palotát, gyönyörű a falak, de az a rengeteg műkincs, ami ott volt, nincs ott semmi. Tehát mindig megkérdezem Egyiptom kapcsán is, hogy a műkincs rablók, ugye látjuk, hogy bármilyen új sírt találnak, annak 90%-a ki van rabolva. Hova lettek ezek a műkincsek? Azt mondja az írás, a főpest is ma a pénz imádata, amiért elaltuk a lelkünket. Van az a pénz, amiért bárkit, bármit megvehetsz. Az egész világ prostituált, már csak az áron alkudozunk. Milyen nagy igazság egyébként, ezt egy orvostól hallottam egyébként. Bármilyen bűnöd igazolod, ha nem én, akkor megtehette volna más. Hamar elmondasz egy imát, dobsz egy garast egy koldusnak, vagy egy kis adományt a felekezetnek, és másnap ugyanúgy folytatod. A legtisztességesebb politikust, bírót, vallási vezetőt meglopatják. Zsarolják feleségével, korrupciós ügyeivel, elfogadott szolgáltatásokkal. Gondoljátok ezt meg, hogy van egy nagyon tiszta gondolatú politikus, aki elindul, és nem azért megy, hogy ő majd hülyére gazdagodjon és hatalmat szerez, majd egyébként ezekből a körökből származik ez a szó, nem is hallottátok még, hogy meglopatjuk. Ha meglopatod bármivel, utána bekopogtatsz, hogy barátom, hát neked van valami kis vaj a fejed mögött, vagy eltűnsz a sülyeztőbe, vagy megteszed, és megteszik. És megteszik Amerikában, Németországban, bárhol. Azon gondolkoztatok már, hogy ha nézzük ezt a rengeteg filmet, hogy Magyarországon az EU-s pénzek milliárdjai
eltűntek. Na most ezt úgy kell azért elképzelni, hogy amikor van egy nagyobb pénzösszeg, például, mit tudom én, egy nukleáris temető, vagy a hatházit kell nézegetni ez ügyben, akkor annak az EU biztosnak ide kell jönnie, és azt kell mondani, hogy ez megvalósult. Akkor van a második nagyobb részlet kifizetve. És őt is meglopatják. Tehát az egész rendszer korrupt, tehát nem az van, hogy itt korruptak a mi oligarcháink. Németország ahhoz képest, amin pénzt mi kaptunk az elmúlt 15 évben, töredékéből talpra állt, mert a gazdaságba, a kisvállalkozás, középvállalkozásokba tették a pénzt. Mi alapvetően megmondták Magyarországnak, hogy csak egy Panama típusú államot hozhat létre. A Panama típusú állam az annyit jelent, hogy az idejövő multiknak ezekből a pénzekből föl kell építeni az infrastruktúrát, hogy gyönyörűen tudják az autókat kivinni, behozni a nyersanyagokat, stb. És néha magyar vállalkozóknak nyomnak egy kis morzsát, hogy csinálj ki szélvédő, tekerő, csavaró, vagy tudom, akármit. De ebből mi nem kapunk semmit, tehát a nyereséget kiviszik az országból, és zseniális módszereik vannak. Ugye nézzünk meg csak egy ilyen óriási hálózatot, mondjuk egy, nem akarom mondani, vagy akármi. Úgy lopják ki a pénzt, hogy ezek az ingatlanok, amikben például működik egy áruház, és azért nem mondok nevet, hogy ne legyen ebből probléma, ez nem azé a multié, aki működik benne, hanem ezt egy fantasztikus, nem is soha nem látott offshore cég tulajdonozza valahol, akivel olyan szerződés közt, hogy a tőzsdei ingatlanár változásnak megfelelően ő annyi bérleti díjat fizettet meg velük, amennyi éppen úgy gondolják, hogy ez most releváns. Hoppája, tehát van egy kis nyereség, ugye hagynak itt pár százalékot, 2-3-5% nyereség, után valószínűleg befizetik az adót. De így viszik ki a nyereséget az ingatlanok bérleti díja kapcsán. Ugye erről nem is gondolnánk, de hány olyan trükk van, amiről nekem még fogalmam sincsen, és nektek sincs fogalmatok, de a multik ugye sose, na, és akkor most jön az, hogy jobb oldal, bal oldal, melyik oldal próbálta a multikat kordába tenni, vagy azt mondani, hogy nem, én a kisvállalkozásokat támogatom, a középvállalkozásokat, egyik sem. Ezért mondják, hogy ennek a keselyünknek a jobb szárnya, meg a bal szárnya az ugyanazt a testet eteti. Mert amikor valaki meg akar csinálni valamit, akkor államtitkári szinten bekopognak, hogy drága barátom, ezt nem így kéne, ezt a törvényjavaslatot én nem is így nyújtanám be. Na, ezeket közvetlenül látom közelről. És egyszerűen ebből nem tudom, hogy lehet tocsogni. Ma, amikor az egész emberiség egyetlen mozgatója, hogy siesse dúlásra, siesse prédára, amikor az emberek összerágták a fájdalomtól, de nem tértek meg, tehetsz valamit? Feltéve a Földön a legfelsőbb teljhatalmat kezedbe kapnád, akkor is tehetetlen maradnál. Ha melletből a szört kínodban kitépnéd, akkor se tudnál tenni semmit. Nem tudnád őket észretéríteni, nem tértek meg. Nyelvüket a fájdalomtól összerágták, és elviselnek árulást, és erőszakot, és nyúzást, és éhséget, és háborút, és rugdalást, és hazugságot, leköbdösést, és nem térnek meg. Ugye a tábor 6. napján vagyunk, és már megismerhettük azt a túlélési stratégiát, amiben tulajdonképpen élünk, mert mi is és az őseink is úgy tudtak túlélni, hogyha ezt megengedték. Tehát az a világ, ami ma itt kialakult, az nem csak a mi bűnünk, hanem nem is mondanám a bűnszót rá, nem csak a mi hozzáállásunknak a következménye, hanem a őseink, ükatyáink heted íziglen lenyelték ezt a fajta dolgot. És hogy csinálják? Mindig egy kicsit csak szivatnak. Hát ezt még lenyelték. Kicsit még jobban szivatnak. Hát még ezt is lenyelték. És egyszerűen utána ott van az emberiség már. Középkorban mit csináltak? Ott nem bezártak, hanem nem jöhettél ki abból a faluból, ahol éltél. A közgazdasági egyetemen járt valaki, akkor mondták, hogy röghözkötés.
Ma, amikor az embereket ugyanígy örökhöz akarják kötni, ma már digitális rabszolgaként bezárják a lakásába, bezárják a laptopjába, a telefontjába, és egyszerűen elválasztják a másiktól. Amikor a fonóban kiültek az emberek és megbeszélték a dolgokat, akkor tudták, hogy kire számíthatnak, amikor ilyen vacak idők lesznek. Ma alapvető céljuk, hogy az embereket távol tartsák egymástól. És egyébként úgy néz ki, hogy nekik sikerül, de nézze meg itt is már. Ez már egy olyan közösség, ami önmagában képes lenne magát fönntartani bármilyen körülmény között. És ez a B-terv, vagy harmadik út, ez egyébként egy kilépési lehetőség. Az Antikrisztusnak felsőbb hatalom adatot. Ki vagyunk neki adva? És ebben a helyzetben nincs más mód megállni, mint azt Hénok tette, nincs más mód, mint nem gyűlölni, de az Úrral megrendíthetetlen szövetségben állni. Ma a várható ítélethez egészen közel Hénok magatartásán kívül más bizonyosság nincs. Ez egy nagyon nehéz gondolat, amit itt leírt, mert ez azt feltételezi, hogy ne menjél ki az utcára, ne sztrájkoljál, hanem egyszerűen ne tedd meg. És ugye nekem is, amikor görcsbe szorul a kezem, és tudom, hogy mit kéne tenni, de nem teszem meg, mert a túlélési stratégiám, a tudattalattimban azt mondja, hogy figyelj Pisti, ott van öt gyereked, ott van a kis összekapart kis vacak életed, akkor ezt ne kockáztassuk. Igaz? Mit mondtunk a politikusra? Meglopatják. Mi ugyanúgy meg vagyunk lopatva. Mert azt, amit összehoztunk, nem harácsoltunk, senki nem harácsol, de egyszerűen ahhoz jobban ragaszkodunk, mint ahhoz, hogy bármit megtennénk. Ne tegyél meg más, hogy ne tedd meg. Ugye? Akik itt az elmúlt években csak egyszerűen nem tették meg. Lehet, hogy nem kaptak különféle szolgáltatásokat, ki voltak zárva bizonyos helyekről, de ők voltak annak az időszaknak a hősei. Nem azok a drága 200 vagy nem tudom hányszor politikusunk a parlamentben. Azt mondta a drága miniszterelnökünk, hogy ők a hőseink, nem ők a hőseink. Akik azt tudták mondani, hogy nem teszik meg. És azon elgondolkodott-e már valaki, hogy ami az az árbánya mit volt, hogy ez a politikusokra nem hatott. Tehát nálunk én nem tudtam bemenni úgy egy helyre, hogy nem mutattam föl bizonyos papírokat. Ők meg azt mondták, hogy rájunk ez nincs hatással, és törvénybe hozták, hogy nekik ezt az ármányt nem kell megtenni. Azért használom ezeket a szavakat, mert ahogy Dinóka is mondta, nagyon sok emberhez szeretném, hogyha eljutna és elkövetnék. Nekünk itt mindenki kötelező, és az egészet kitalálta, meg az egészet működteti, ott azokat ez valahogy nem érinti. Láttuk a politikusokat, hogy maszkba bemennek bárhová, leveszik, és onnantól már rájuk ez nincs hatása. Hogyha ez az emberek ezt nem veszik észre, hogy milyen módon vannak vezetgetve, akkor erre nincs mit tenni. Ez egy óriási IQ-teszt volt ez az egész dolog, amit itt átéltünk az elmúlt években, és ami előttünk áll, az még nagyobb teszt. És a mindennapok hősei nem azok, akik kimennek, és olyan egyszerű kivinni az embereket az utcára, utána nagyon nehéz hazavinni, mert hogy mindig lesznek olyan politikai provokátorok, akik tudják az érzelmeidet hergelni. Lásd, akár a francia forradalomba is, egy millió ember körül végeztek ki. Először a Jakobin, a Robespierre, stb. És utána megtudtuk ma 200 év múlva, hogy ez az akkori szabadkőműveseknek az ármánykodása volt. És velünk ma, hogy milyen hülyítést csinálnak, az csak mondjuk 5 hónapon belül derül ki, mert ma a Conteo és az igazság között körülbelül 3-5 hónap van. És ez hál' Istennek ez az időszak le rövidült, és ugyanakkor ma már tudjuk, halljuk, mondjuk, hogy mi van, de nem tértünk meg, és nem csinálunk semmit. Na menjünk tovább, mert ide érdekesebb lesz a dolog. De mi lesz az ítélet? Tűzvész, éhínség, gazdasági káosz? A környezeti katasztrófától, a földanya gyilkolásától jobban félek, mint a gazdasági összeomlástól. Ez egy nagyon fontos dolog. Ha belegondoltok, most ugye kipukkant a pénzlufi, most még nem érezzük, de egy pár hónap belül megtapasztaljuk. Akkor a nagy semmire csinálnak majd, próbálnak majd digitális pénzt a nyakadba tenni,
aminek megint semmilyen fedezete nincsen, de már az engedelmességed alapján ők döntik el, hogy te kaphatsz-e bármilyen szolgáltatást, ami van. Ugye azt mondják a davoszi fiúk, hogy majd csak szolgáltatás lesz. Én megnézném azt, amikor drága Soros Gyuri bácsi, vagy bármelyik a Rockefellerek fogják, és az összes vagyonukat beteszik a közösbe, és azt mi közös szolgáltatásként élhetjük, hogyha nekem nem lehet ingatlanom, akkor lehet, hogy beköltöznék abba a Rothschild kastélyba ott Bécsországba. Ugye, ha minden közös, akkor nem csak lefele működik ez a dolog, hanem fölfele is. De a kommunizmus kapcsán, akik itt ülnek, már nagyon jól tudják, hogy mi ez a kommunizmus, mik a gulágok, mik az átnevelő táborok, mert ugyanezeket tervezik. Mi már köszönjük szépen, ebből van tapasztalataink az őseink részéről. Hál' Istennek közülünk senki nem volt a gulágon, meg nem volt ilyen átnevelő táborban, de meg lehet még kérdezni a mi szüleinket, nagyszüleinket, ha még élnek. Na, menjünk tovább. Egyetlen adatot, amely az Antikrisztus felől kétségtelen, senki sem érti. János apokalipszise azt mondja, 666, 666, fejtse meg, aki tudja, de valami most már ma az apokalipszis ilyen előrehaladott évszakában hol bizonyos. Az Antikrisztus nem személy, nem ember, lehet talán nem is biztos, hogy valamilyen formában emberi alakot is fog ölteni, de akkor minden inkább lesz, mint ember, inkább szörny, visszájára fordított zűz, zavaros, hatalmaskodó lesz, borzasztó, megrontó, de ezen felül még erőszakos és vérengző, és hazug és dühöngő is. Elég. Lehet, hogy ez így mind majd a legközelebbi jövőben testet ölt, de akármilyen félelmetes és irtozatos, de kimerítő nem lesz. Az Antikrisztus nem alak, nem ember, nem lény, nem test, lélek, szellem olyan egysége, mint amilyenek mi vagyunk, hiszen éppen ez a titka. Hogyha valaki kiáll, hogy én vagyok az Antikrisztus, személyesedne, akkor az ellen lehetne küzdeni. De egy olyan általános méreg a lelkekben, ami ezt az egészet fenntartja és megengedi, az ellen kifele nem tud küzdeni, csak befele. És ez ennek az egész tanításnak alól a lényege. Az Antikrisztus éppen a személytelen, a nem ember, a nem létező, a semmi, a hiába való, az üres, a sötét, a bűn, a tagadás, a nem valami, nem valaki, hanem a semmi, amit az ember akkor tapasztal és él át, amikor szembe kerül az átkozott és buta kényszerrel, a személytelen erőszakkal, azzal, amely mögött nem áll ember, hanem éppen a személytelen. Szembe kerül vele, megborzad, meg akarja nézni, megfogni, de a semmiben nyúl. Semmi nem létező. Ez valami borzasztó, amikor beszélek a Kentrélről. Ki a francnak szólják, hogy gyerekek, fejezzétek már be? A hatalom megszólíthatatlan. Olyan gyönyörűen körbe van vásázva a demokrácia. Hát ez is egy nagy humbug, ugye Kínában azt mondják, hogy hát tudjuk, hogy mi az érdeklődés hiányában, azért mi ezt elkerüljük. Itt még eljátszuk 4 évente ezt a demokrácia. Ugye mindent mondanak, ez egy olyan óriási nagy biznisz kampány, mint hogy mosópor reklám, és utána meg bocsánat, nem a fejünkre szarnak, hanem a szánkba. Ezt mindenki saját környezetében ítélje meg. Nem tudunk kivel beszélni. Nem, nincs lehetségünk arra, hogy meg tudjuk szólítani. Na nézzük csak, mi van erre írogatva. A megfoghatatlan, tehetetlen, kiszolgáltatott állapot csírája mindjárt lelkébe befészkelte magát, ezért nem lázadunk, csak toporogva dühöngünk. Mennyire jó ez a toporogva dühöng, illetve nem jó, de ez a lényeg az egésznek, hogy tennél is valamit, de igazából nem tudod, merre induljál el. Ugye a haditörvények keretében, ha már 10 embernél több összejön, akár közénk is lőhetnek. Szóval ezeket úgy halljuk, de el se hisszük mindaddig, amíg meg nem történik a világban valahol. Vannak itt kanadai testvéreink, amikor lesz egy olyan este, hogy mindenki elmondja a gondolatait, én nagyon szeretném, hogyha ők is megosztanánk velünk. Vannak itt erdélyek, nem is tudom hány országból vagyunk itt, de ezt majd abban az előadásban megbeszélgetjük. Jó. Jóval kisebb bűnökért, amit ma az emberek ellen elkövetnek, a középkor egyszerű jobbágya kapát ragadott volna.
te várod, hogy vége lesz, és újra visszajön a cukormázas, búdító, glutamátos, altató, szép idő, soha nem jön vissza. Akikkel beszélgetek és mondják, hogy jó, ezt megteszem még, ez biztos azért kell, mert doktor Kovács azt mondta, hogy ez nekem jó, akkor biztos, hogy ő is jó, nekem is jó. És mindenki arra játszik, hogy egyszernek vége van, és utána újból minden ugyanúgy lesz, mint idáig. Nem tud úgy lenni. Ugye én hittel vallom, hogy a termőföldek pusztítását vissza lehetne fordítani. Meg lehetne oldani az emberiségnek a táplálását, akár 10 milliárdnak is. Ha azokat a bűnöket felszámolnánk, amit elkövettünk, illetve hagytuk magunk ellen elkövetni évszázadokon keresztül. Egyébként ez az egész davoszi buli nem számol az erős hittérítő vallásokkal, tehát beengedte ide az iszlámot, de nem fog tudni vele mit kezdeni. Tehát, hogy erről kicsit később beszélünk, de ugye a terv az, hogy lehigítani a lakosságot, ezért hozták a rengeteg migránst. Ma már olvastam egy cikket éppen, hogy azért kellene nekünk a migránsok, mert hogy a fehér embernek elfogyott a tesztoszteronja. Hát köszönöm szépen. Én nem így gondolom, de ők így akarnak vérfrissítést adni. Na most ez a kevert faj, ami létrejön, az tökéletesen bódítható és digitális rabszolgaként felhasználható. Ad még úgy nem tűnt fel senkinek egyébként, hogy ezeket a drágákat nem tudják beoltani például Németországba sem, és nem nagyon tudják őket beállítani a gépsorok mögé. Na, nem baj, csináljunk majd Ukrajnába egy háborút, onnan majd kapunk ingyen rabszolgát. Azt propagálják, hogy Ukrajnából 5 millió ember vándorolt el, ukránokkal beszélek, 15 milliónál tartanak most. A teljes magyarság, hogyha a környező országot is veszük, létszáma elvándorolt Ukrajnából. A személytelen terror, rémület és reszketés, írja Hénok. Az antikrisztus nem személy, de nem is dolog. Azt lehetne mondani, hogy generális kényszerképzet és rettenetes őrület. Azért van, mert az emberiség ebben az őrületben él. Azért kelt fel és fog felkelni a világ, ezért van neki kiadva, és ezért adatott neki felsőbb hatalom. Az antikrisztus kolosszális valótlanság. A borzalmas nem létező. Mondjuk úgy, hogy a bűn, vagyis Istenen kívül lenni a semmiben és az űrben és a sötétben és a tagadásban és a megsemmisülésben. Mert a bűn éppen a nem létező. A bűnt követ el az önmagát személyes létéből, vagyis szelleméből, vagyis valóságából, végül Istenből kizárja, nem létezővé vált. Ez konkrétan arról szól, hogyha elkanyarodsz Istentől, tehát el kell fogadnod, hogy ez itt nem egy randomitás, amit létrejött, hanem a szerelmes Isten alkotása, és neked sincs más dolgod, mint az, hogy ilyen érzelmi kapcsolatban legyél Istennel, nem vallásokon keresztül. Isten házhoz jön minden nap hozzád. Ahogy itt több előadásban és meditációban megéreztük azt a szeretetet, amiért te szeretett tábornak hívják, ahogy itt az ötödik napra mindenki teljes egészében átalakult, és ez 7 év óta minden évben így van, aki ide megérkezik, a saját kis dolgaival, problémáival, belső feszültségével, itt mindenki átalakul, és azt a fajta magas rezgésszintet foglalja el, ami lehet itt Istenről, Teremtőről beszélni, de mindig a magas rezgésszintről beszélgetünk. Na, nézzük majd. Mert Isten az egyetlen valóság. Divine is only real. Az antikrisztus nem lehet ember, alakot nem ölthet, történeti személy nem lehet, mert éppen a negatív lét. Mi a borzalom a személytelenben? Az, hogy megszólíthatatlan. A személytelen, ami a terrorban, az erőszakban, az ínségben, a szükségben, a felelőtlen irtózatkeltésben nyilatkozik meg, abban, ami a Földet ma a rémület és a reszketés helyévé tette. Ezek nagyon súlyos szavak egyébként. Ez 60 éve így volt, akkor most hogy van ez, ugye? Tehát azért Hamvas Béla megélte a II. Világháborút, megélte a kiköltöztetést, megölte az üldöztetést, megélte a vörös terrort, ugye? És látta ezt a fajta jövőt, amit mi itt élünk. Mit mondunk erről?
azt mondjuk, hogy Istenhez tartozol, nem az egyházakon keresztül. Meg kell haladni az egyházakat, ez az idő most jött el, hogy mindenki, aki a szeretet rezgésében él, ne az egyházakon keresztül érje el Istent, hanem közvetlenül. Ez nagyon nehéz ugye kimondani azoknak, akik bújják a templomot, és megmondom őszintén, hogy abszolút, ha nekik az jó, akkor én nagyon egyet tudok érteni, hogyha ő ott találja meg Istent, akkor igenis járjon templomba, de ne hagyja, hogy ez valamihez kössék. És pontosan arra, amikor utoljára templomba jártam, akkor olyan strófák voltak, hogy féld az Istent. Elmentem egy drága testvérem temetésére, és azt mondta az ige hirdető, és direkt nem mondom, hogy melyik vallás felekezett, azért van itt, mert nem félte az Isten, de ti is, ha nem félitek az Istent, ugyanide kerültek. Amikor ez ilyen fenyegetésé vál, vagy nézd meg a középkori inkvizícióit. Bement egy szép asszony a templomba, és a saját bűnei miatt azt a szemét büntette, ami az ő projekciója volt. Ezt hitták inkvizíciónak. És ma nem az inkvizíció létehozóit köpködjük egyébként, hanem szentenként valahol be vannak barzsamozva, és ott vannak a templomok mélyén. És ez egy borzasztó hazug világ, és időről időre ezeket a hazugságokat tologatjuk magunk elő. Itt van ez a Szent Jobb, most volt augusztus 20-a egy pártnapja. Ma már lehet hallani, hogy Úristen az ősi magyarsága a tolvajoknak vágta le a kezét. De még mindig Szent Jobbról beszélünk. Arról senki nem beszélt, hogy ez a drága ember összegyűjtötte a rováspálcákat, üldözte a sámánokat, üldözte az ősi kereszténységet. Ősi keresztények vagyunk, mint az a római vallás, amit fölvettünk. Erről nem lehet beszélni. A szkíta ősökről nem lehet beszélni, csak arról, hogy judeó kereszténység van. Vagy judeó, vagy keresztény, ne keverjük már össze ezeket emberek. Mindegyiket tiszteljük, de túl kell lépni a vallásokon. Ahhoz, hogy én magamhoz tudja bárkit ölelni, csak a szeretet vallása. És a szeretet nem csinál vallást, mert ahol a szeretet van, ott nincs háború. Ő a legerősebb fegyver a világon, mert ahol ő megjelenik, ott nincs tovább háború és nincs békétlenség. Isten szerelmes minden lényébe, ez a teremtés ősforrása, a közös kapocs. Minden azon múlik, hogy mit gondolsz a létezésedről. Ha úgy gondolod, hogy ez itt a síralom völgye, úgy is lesz. Veled együtt jajveszékelő, boldogtalan társakra találsz, és a mostani időkben véged lesz. Game over, ahogy a Dino barátunk fogalmazottak. Elveszel a személytelen terrorban, ha megéled a saját projekciódban, hogy Isten szeretett gyermeke vagy, akkor ez itt a mennyország és a földi paradicsom a számlára. Melyik farkast eteted magadban? Melyik az általad kreált mesében élsz? Ugye ezt is nagyon jó, tegnap beszéltük, hogy ez az egész egy játék. Mindenkit valahova behelyeznek már megszületésekor, és hogyha ezt a mesétő elfogadja, ezt hívjuk egyfajta projekciónak, akkor ebbe éli meg az életét. Abban a pillanatban, hogy fölébred és ezen túl tud lépni, na akkor van neki lehetősége túllépni azokon a kötöttségeken, ami az egész életét befolyásolja. Az Antikrisztus megszületését hiába várjuk, sosem fog megszületni. Fognak továbbra is születni, és egyre többen hitványak, és pimaszok, és vérengzők, és hazugok, és a visszájára fordítottak, de Antikrisztus nem születhetik meg, mert nem személy. Az Antikrisztus a személytelenség ténye, a megszólíthatatlanság, a megsemmisülés ténye. Az Antikrisztus az az apersonális, legázoló szükségszerűség. Az anonim borzalom, ami például a hivatal, vagy a technokrácia, vagy a rémállam, az irtozatos lény, amelyel szemben védtelenek vagyunk. Nem mert tőlünk független, hanem mert ez a nem létezőt mi valósítjuk meg, és mi csináljuk, és mi tartjuk fenn, és mi ragaszkodunk hozzá. Ezek megint olyan nagyon súlyos szavak. Képzeld, Marinéni bekapcsolja bármelyik televíziót, és azt mondják neki, hogy na, a fekete seggűekkel vigyázni kell. Először csak, hát biztos azon fekete seggűekkel vigyázni kell. Háromszor, négyszer megnézi, majd elmegy a közértbe,
És ott elkezd kiabálni, hogy azonnal minden fekete segült ki innen. De annélkül, direkt mondtam egy olyan abszurd példát, ami nem, de amikor a hülyeséget az emberek fejébe nyomják, egy idő múlva ők lesznek a hülyeségnek a szószólói. És azért akár az életüket is áldozák. Az én drága nagymamám, voltam 7 vagy 8 éves, ott ültünk nagykerekével egy kis konyhába, ott beszélgettünk, és ugye minden reggel arra ébresztett föl, hogy be volt kapcsolva a rádió, föl se fogta, hogy mondja, hogy a francba mennek be ezek a zenészek, aki korán reggel oda zenélni, föl se bírta fogni, hogy mi ez a Magnus Hallag, azt mondja, képzeld el, kisunokám, azt mondják ezek nekem, hogy az ember a Holdon járt. Hát ezek nem normálisak. Na, és ha nézzük meg a Conteót, ma meg nagyon sokan állítják, hogy valóban nem járt ember a Holdon, csak azért, hogy az orosz űrprogramot fel tudják überelni, előadták ezt a mesét. És nem tudjuk az igazságot. Ott hűítenek bennünket, ahol akarják. Mert hogyha bemész egy iskolába, te akkor vagy a frankó, hogy tökéletesen visszamondod azokat a dolgokat, amiket állítanak. Ez bármi legyen, fizika, biológia, akármi. És minél jobban vissza tudod mondani, annál magasabbra kerülsz. És amikor eljutsz oda, hogy te vagy a doktor, foktor, meg professzor, meg bármi, akkor te magad leszel az, aki ezt a rendszert fenntartja. Megszólíthatatlanul, és egyszerűen a státuszkot fenntartva. Hát nézzétek meg a tudományt, hát erről is rengeteget beszéltünk. Mennyi új dolog itt van, a szabad energia, a molekuláris biológia helyett a kvantumbiológia, erről is beszéltünk első adásban, hogy milyen módon is egyszerűen nem hallasz sehol. Még mindig ma, hát idejön az UFO, és látja, hogy sok barom még mindig pöfögteti a dízeles autóit, és nem ezek az akkumulátorok a megoldások, azok ott vannak a páncélszekrények mélyén. Majd, ha nekik ebből üzlet lesz, akkor előveszik. Edison kérdezte az akkori elnök, amerikai elnök, hogy miért jön nekem ez az elektromosság? Azt mondja, mert adót fogsz utána szedni. Ugye, és a világon két tuti biztos dolog van, az egyik a halál, a másik meg az adó. Tudod, és ez, és hogyha Magyarországon nézed, én nem is tudom, van-e ilyen haláladóztatott ország, mint Magyarország, de ez most megint nem a mi dolgunk, menjünk is tovább. Addig mossák az agyunkat, hogy a végén saját véleményként ismételgetjük a szánkba adott végtelen borzalmasságokat. Semmihez nincs közöd, propaganda, cirkusz, ostoba, vetélkedők. Hambazsilla mondja valahogy, szórakoztatással egész nemzeteket lehet elhűíteni. Nézzétek meg, hogyha mainstream médiát megnézitek, oda át Győzike öccse, nagyon szeretjük, üdvözlőjük, stb. Ők ma itt a szellemi színvonal. És ezt nem lehet alul überelni már, ami van, de és azt mindig alul tudják überelni. Tehát amikor én szaros kis kölyök voltam, akkor Barkóba verseny volt, tudod? Tehát gyakorlatilag ott ültünk együtt a tévé előtt, és próbáltuk együtt kitalálni, tehát egyszerűen elmeépítő dolgok voltak. Még Rózsa Gyuri is belefért a dologba. De amit ma csinálnak az emberek hűítésével, az egyszerűen borzasztó. És akkor 7 órakor tudok a nagymamával beszélni, ne haragudjál, de most kezdődik a sorozatom, nekem le kell odaülnöm. És már azok vagyunk, akik ebbe a rendszerbe beleálltunk, és nem is akarunk kilállni belőle. Mi van még itt? A hatalom semmiért nem vállal felelősséget. Hár, chemtrail, időjárás befolyásolás, korrupció, élelmiszerek mérgezése, rablógazdaság, önkény, kilakoltatások, pénzmosás. Gondoljuk ezeket végig. Ott van a rendőr, és kilakoltat ma valami szerencsétlen, mert ugye látjuk, hogy most a végén már annyira feszültség volt, hogy ezeket a végrehajtókat kicsit meg kellett rendszabályozni, de ezek évtizedeken keresztül a kilopott pénzt szépen visszaosztották a magasabb rangú vezetőknek. Most egy-kettő börtönben van, de zseniális ügyvédek, ki fogják őket onnan hozni. Az a rendőr, aki ma kilakoltat, holnap, mert ő is olyan hülye volt, fölvette a devizalapú kölcsönt, holnap a saját kollégái lakoltatják ki. Érzitek ebbe a profánságot? Tehát, hogy nincs kivel, nincs kihez panaszkodni, nincs kihez menni, és megteszik. És ha kell, akkor közénklő, mert ez most szabad. Nagyon érdekes dolog ez, de
de ha belegondoltok, akkor ez valami félelmetes. És akkor mi van? Kijön a gázszámla, ami kétszeres a mostani fizetésednek. Ha te egyedül nem fizeted meg, holnap elzárják a gázt. Ha 500-an nem fizetjük meg, mert nem tudjuk kifizetni, nem azért nem akarjuk, mi törvénykövetőek vagyunk, de nem tudjuk egyszerűen. Tehát az európai energiárakat jóval fölülmúlva meghozták a mi rezsicsökkentett árainkat, de ugyanakkor a béreket nem konszolidálták. Tehát általában, hogyha valaki Németországban nem keres 3500-4000 eurót, akkor az bocsánat, de a legkisebb nyugdíjas is 1600 eurót kap. Na most ezeket a béreket nem konszolidálták, viszont magát a költségeinket, amit ki kell fizetni, na azok ugyanazok a terhek, mint amik ott vannak. Tehát ez a kettős mérce, ami volt. Na még egyszer elmondom, hát 500-an nem tudjuk befizetni a gázszámlát, na akkor már baj van, de azt országos szinten még tudják lokalizálni. Ha 5000-en nem tudjuk befizetni ezt a gázszámlát vagy villanyszámlát, akkor nagyon nagy baj van a rendszer, mert ennek egyszerűen nincsen meg az alternatívája. Ha 50000-en nem fizetjük be, a rendszer összeomlik. És nem mentem ki az utcára, csak nem tettem meg. Tehát, hogy érezzétek ezt úgy mondtuk a történelemben, kiegyezés korán, hogy passzív rezisztencia. Ez a polgárságnak egy olyan fajta ellenállás módja, amit mi nyugodtan tudunk alkalmazni. És mi van utána? A kiszámíthatatlan jövő. Ugye? Mert ugye üres az államkassza, ezt azért látni kell, tehát minden pénzt elosztogattunk. Most kell majd felújítani azokat a stadionokat, amit 10 évvel ezelőtt építettünk. Nagyon nagy szükségünk van rá. Ugyanakkor, ha megnézitek Magyarországot, ugye a gulyás kommunizmusban azt mondták, hogy a legvidámabb barak. Ma meg azt mondják, hogy ez itt a meleg takony országa. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy egy kicsit így is van, kicsit úgy is van, de számtalan holland, német, itt Magyarországon, főleg a nyugati ország részben ingatlan házat vett, a lakókocsiában él, mert ez a kiszámíthatatlan, változó, ugye egy kicsit jobbra megyünk, kicsit balra megyünk, de azért még mindig ugyanaz a legvidámabb barak szituációjában vagyunk, mint annak idején. És reméljük, hogy így is marad. Tehát tudom, hogy ez hülye hangzik, de még ez mindig jobb, mint elmész Németországba, ahol az iskolába a gyerekeket maxban futtatják Ukrajnáért. És utána rengeteg tüdő probléma, meg minden, nem merik azt mondani, hogy bocsánat, ez talán attól van, hogy nem kapott elég oxigént a gyerek, de oktatásról még kicsit még később beszélünk. Ez az apokalipszis végső szakasza. A személytelen terror megjelenése, mindenki reszket, mégis itt van, és tény, hogy mindenki csinálja. Semmi, és mégis tény. Te mit tettél, amikor rádöbbentél, hogy ez az egész egy óriási színjáték, nem érted szól, hanem az egész létezésed megkérdőjelezése az üzenet? Amikor ezt az emberiség rádöbben majd, mit fog tenni? Azért, akikkel itt beszélgettél, a környezetteddel, és én ármánynak hívom azt, amit elkövettek ellenünk. Mit tettél? Nem tudtál sok mindent tenni, te egyszerűen csak nem tetted meg. Elmondtad a szomszédnak, elmondtad a véleményedet, de mindenki a saját döntését hozta meg ezzel kapcsolatosan. Mit teszel, amikor ráébredsz, hogy folyamatosan programozott, semmit mondó propaganda hírekkel tömik a fejed, és fogalma sincs, hogy a világon zajló események valóban mik? Ugye erről beszéltünk az előbb, hogy a tudományban, a fizikában, akárhol, egyszer lövése nincs, hogy hol tart ma a tudomány. Ugye egyszer csak, aki fizikával foglalkozik, megjelent a ledizó. Nem hallottunk előtte semmit a tudományos fejlesztésről, majd mondták, hogy azért, mert ez egy UFO technika. Tehát itt van ma a mikrobiológiai laborok, amiket most az oroszok Ukrajnában találtak. El nem tudtad volna képzelni, hogy ezek megtörténhetnek, hogy pestis és mindenféle kolerát, bármit azért készítenek, hogy netán az emberiséget csökkentsék. Nem tudjuk felfogni. Ugye mindig elhiszik, hogy nekünk jót akarnak, és amikor rádöbbensz, hogy nem egészen erről van szó, mit tudsz tenni? Legyen legalább 15-20 jó barátod, akikkel összefogsz, és akár elvonulsz egy kis helyre, és megvéded azt, amit van. És amikor jön még 15 ember, azokat is fogad be, mert közösen fog elfogyni minden, tehát te spenzolhatsz bármit, de a szeretteid, ha valahol a világban jobbra-balra vannak, nem tud segíteni csak úgy, hogyha összefogunk egymással.
Valódi a félelem a globális felmelegedéstől. Elolvadtak a jéghegyek, míg a tenger szintje 2 méter süllyedt. Ugye emlékeztek, 70-es években mondták, ha majd a hollandok, jönnek, mert elsüllyedt Hollandia. Ha megnézitek, most jár egy kép körbe, hogy ott van New York, a szabadságszobor, 1922-ben, és itt van 2020-ban, és maga a tenger szintje 2 méterrel lejjebb van. Hogy a fenében van ez, ugye? Egy előadásban említettük, hogy ha egyre magasabb a víz deutérium szintje, akár süllyedhet is a vízszint lefele a föld magja felé, akkor nagyon sokan azt gondolják, hogy a föld felső rétegeiben egyre magasabb vízkészletek vannak. A harmadik azt mondja, hogy lopják a vizet a földről. A negyedik azt mondja, hogy lopják a vizet Magyarországról. De senki nem tud semmit hivatalosan. Igaz, mert nincs kit megkérdezni. Tehát akinek ez lenne a dolga, ugye egy hírt felolvassák, hogy Úristen, ma 40 fok lesz, de ezt is nekünk köszönhetitek. De ha lenne 25 milliárdunk arra, hogy a hőmérsékletet változtassuk, mondja egy fantasztikus államtitkár, aki lehet, hogy nincs majd olyan környezetvédelmi minisztérium, valószínűleg ez is a belügyminisztériumhoz tartozik, akkor mi tudnánk az időjárás befolyásolni. Majd a gazdák halálosan megfenyegetik azokat, akik a jéggenerátorokat működtetik, és amikor elzárják ezeket a gépeket, elkezd kezdeni esni az eső. És átlépsz a határon Horvátországba, és gyönyörű, zöld, címeres a kukorica. Nálunk minden ki van égve. A napraforgónk, a kukoricánk, a búzának felét tudtuk aratni. És ha ezt kitől kérdezem meg, hogy ki a franc merte ezt csinálni? Aki hivatalosan fölt át, mi nem. A forint 420, nem, semmi közünk nincs hozzá, mi ezért semmit nem tudunk tenni. Akkor mi a francért tudtuk bármit is tenni? Talán annak az embernek a viselkedéséből érthető ez az egész cirkusz, ami cirkusz igazgatónak nevezünk. Egyik kezében cukorka van, a másikban ostor és tüzes vas. Egzecíroztat bennünket, köteleken és karikákon átugranunk, és körbe kell futnunk, és szép sorba kell állnunk, és egyszerre tapsolni vagy kiabálni. Éljen vagy vesszen, halál rá! Gömbökön balanszírozni kell, és a fejünkön kell állni, és a labdát szájunkkal elkapni, és masírozni, és egymásra puskát ráfogni, és a másikat jelszóra lepufantani, és indulókat énekelni. Aki volt katona, és köztünk elég sokan van a korosztályból, aki volt, ugye addig nem engedtek ki a laktanyából, amíg le nem tettük a katonai esküt. És az eskü szövegében pontosan benn volt, hogy bármikor bárkit parancsra lelövünk. Nem tudom, ki emlékszik még erre, gondolom, vannak ilyen emlékeitek. Miért van ez az egész fenne nagy díszelőadás? Mindenki unja, mindenki szeretné a cukrot, és fél a tüzes vastól és az ostortól. A cirkuszigazgató hülye. Azt hiszi, hogy az előadás kell. Nem, az egész mutatvány senkinek se kell, és legjobban szeretnénk már, hogyha végre hazamenni, de nem lehet. Az előadás senkinek se kell, mégis tart, és végig kell játszani. Ugye metaforákba gondolkodunk itt ennél a fejezetnél, de látjuk, hogy ez a jelenlegi valóságunk. És amikor fölemelik a rendőrök fizetését valami 320 ezer forintra, majd megkérdezik tőlük, hogy gyerekek, és mennyi pénzt kell majd ahhoz, hogy bennünket lelőjetek? Ilyen nagyon durva kérdések, ezeket föl kell tenni, hogy mi az, amíg a minket nyomorító hatalmat szolgálják ki, és hol van, amikor rájön, hogy ő is egy magyar, én is egy magyar vagyok, és mind a kettőnknek ezért a hazáért kell tenni bármit is. Hol van ez? Jó a kérdés. Bizonyos, ha mindez az igazságtalanság, amit ma elkövetnek, méltó és egyenértékű megtorlásban részesülne, a Földnek napjában 77-szer meg kellene nyílnia, és a tengernek 77-szer medréből kicsapnia, és a mélységek tüzének 77-szer fel kellene törnie, és az égről 77 csillagnak le kellene zuhannia. És nem az a hajmeresztő, hogy az igazságtalanság megtörténik. A hajmeresztő az, hogy a megtorlás kimarad. Felbőszült gonosztevők maguk is megrettenve ámulnak, íme szabad, nem szakad le az ég, meg van engedve. Hajmeresztő nem az, hogy az igazságtalan megtörténik, hanem az, hogy szabad, és hogy meg van engedve. És akkor megint ott billeg a dolog, hogy milyen módon
engedjük mi ezt meg. Nem most engedtük meg. Tehát ezt kell látni, ez már a végkifejlet. Tehát amit itt LMBTQ-tól kezdve sorolhatnánk itt azokat a bűnöket, amit az emberek ma kulminálnak és megteszik önmaguk ellen. Ezek a bűnök korábban, egy korábbi időszakban már rég büntetés tárgyává tennének. Mi ezzel szemben itt totyorgunk a saját üledékünkben. Megfigyelik, hogyan reagálsz bármelyik új intézkedésre. A közönyöd az, ami felbátorítja őket, ez vezethetett el idáig. Ma már úgy érzik, hogy bármikor bejelenthetik hivatalos kivégzésed a davoszi kis ördögfiúkát. Ma már nyíltan mondják, hogy gyerekek, hát sokan vagyunk, és akkor legyünk 500 millióan, mert bőven elég ez nekünk kiszolgálni. És mi ezt elfogadjuk, hogy ez nekik meg van engedve, és remegünk, hogy mi abban az 500 millióban benne legyünk. Ugyanakkor Amerikában a katonai akadémián okítják a fehér ember bűneit. Ott a fehér katonai vezetés van, ott arról beszélnek, hogy hogyan kell a fehér embert megbüntetni azokért a bűnökért, amit elkövet. Ugye ők, akik Vietnámot, Irakot, Szíriát, a jóisten tudja hány országot leromboltak, és hősökként jöttek el, és meg van nekik engedve. Hogyha ezt most véletlenül valaki más csinálja, akkor meg azon egyébként semmilyen magyarázat nincs arra. Bejelentették, hogy úgy ukrán, mint orosz fél részéről hónapos adag, 70 ezer fiatal halt meg a fronton. Számoljátok ki, hány napja tart. Ez 500 és 1000 fő között naponta. És én látom mögötte a zokogó feleségeket és a zokogó anyákat. És valaki háttérbe röhög, akinek ez üzlet, és ez meg van engedve. És ugye amíg ez Irakba folyt, Szíriába folyt, itt ottam ott a világban, ez nem volt olyan közel, nem éreztük annyira, mint most, amikor a saját ismerős rokonaink vannak, a véreinket írtják. És ez mindig feljön nekem, hogy ez meddig engedem meg. Ugye itt azt olvasom és elfogadom, hogy a hitemet kell erősíteni, és magas rezgésen kell élnem, de van egy pont, amikor én is billenek, és nagyon sok ember van itt. Majd ő erről is beszél. Felmerül a nagy kérdés, és ez nagyon jó, ezt ide tettem, a mi vezetőink melyik oldalon állnak? Önálló nemzetállamot hirdetnek, de a rendelkezéseik köszönő viszonyban sincsenek a globális cégek által elvárt intézkedések ránkényszerítésével. Tökéletesen kiszolgálják a WHO-t, a világbankot, a gyógyszerlobbit, a multi istenségeket, ugye? Hogy nézzük meg, hogy itt mindig kinyitod, és akkor piros, fehér, zöld már az EU zászlót is elrakják onnan, és látszólag azt adják elő a propagandába, ami a választási szöveg volt, de az összes cselekedet, amit viszont tesznek, az pontosan a davoszi tervnek a napról-napról, a percről-percről történő kiszolgálása. Csak annyit mondok, hát itt 30-ra nagyon meg fog változni a világ. De köszönjük szépen, mi nem erre fizettünk be. Akkor mire fizettünk be? Amikor valaki egy vagy több ilyen cudar igazságtalanságot elkövet, kitapinthatóan érezni, hogy a világ megborzolunk, és valaki keze ökölbe szorul, de nem sújt le. Még nem. Még szabad. Meg van engedve, hogy terhes asszonyokat rugdaljanak, és öregek csontjait összetörjék, és a havas fagyba egész városokat kitaszítsanak röhögve, és diadalmasan az egész országokat fölperzseljenek, és mindezt a törvény látszatával, és mindezt kenet teljesen, sőt, vigyorogva, sőt, elméletekre hivatkozva, sőt, énekelve és géppisztolyosan, sőt, mindezt az igazság nevében ez a hajmeresztő, hogy ez szabad, és a megtorlás kimarad. Mi volt Szodoma és Gomorra ehhez képest? Bagatell. Azt a tűz elemésztette, és ez itt, megmérhetetlenül borzasztó, és itt szabad, és meg van engedve. Ez a hajmeresztő, és nincs megtorlás, igazságtalanság szabad, és meg van engedve. Ugye, amikor történelmet tanultuk, azért az megvan, hogy 40-44-ben az új pápa megáldotta a fegyvereket, és
és a halálba küldte a fasisztákat, és a fasizmus lendette a karját, és meg volt engedve, és nem emelte föl a szavát azokért a milliókért, akit a frontokon és a gázkamrákban elégettek. Mert ez most meg van engedve. És ugye akkor és a Vatikánról se beszélgessünk most. Na. A közönyünk az, ami felbátorítja őket. Ez vezethetett idáig. Ma már úgy érzik, hogy bármikor bejelenthetik a hivatalos kivégzésedet. Van egy másik út, a Brexit országok szövetségesei. A semmiből gyarapodó tolvaj kufárokkal szemben egy gazdasági alapokra szerveződő szövetség a második pólus. Csak még azt nem hallottuk, hogy az embereknek milyen élete lesz ebben az új világban. És mi, a magyarok, melyik oldalra állunk? Egyedül elég erősek leszünk ebben a világot elsöprő szélviharban. A Nyírka jóslat szerint nem sok jót ígér a magyarságnak következő időkben. A Nyírka jóslatot valószínűleg sokan ismeritek. Most már túl vagyunk a Kiskondáson, túl vagyunk a Bohócon, és most van az a vörös időszak, amit a magyarságnak nagyon rövidre kell szabnia. És hogyha mi fölül tudunk emelkedni a kicsinyes gyűlöletünkön, sérelmeinken, sajnos azt kell mondanom, Trianonon is, amikor itt együtt táncoltuk tegnap előtt a táncokat, annak fele magyar volt, fele román, hol magyarul, hol románul szóltunk egymáshoz. A szeretet az nem ismer vallásokat és nem ismer politikát. Igenis, nekünk meg kell bocsájtani a románoknak azért, amit Vas Albert leírt, és soha nem tudnánk megbocsájtani, de ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, ahhoz nekünk meg kell mutatni, hogy milyen az a szeretet közösség. Ez az egyetlen, meg tudunk mutatni. Gazdaságilag már nem tudunk előre jutni. Nézzétek meg, milyen sunyi módon a zseniális diákjainknak csináltak egy fantasztikus alapítványt, és viszik őket külföldre tanulni. Ezzel lefejezik azt a fajta a zseniális réteget, ami magyarságot fönntartotta. Már itt vannak az érettségünknél ott, hogy smúzolnak és viszik el a fiatalinkat külföldre. Sosem jönnek vissza. Soha nem. Akik kimentek Angliába, jobbra-balra, nem tudom mennyi, másfél millió emberünk tántorgott ki. Ugye József Attila még fél millióról beszél. És ezek a gyerekek ott születnek meg, ott járnak iskolába. Ha rendes a szülő, akkor tanítja őket magyarul, de már nem jönnek haza. Ide jöjjenek haza. Hallottam, aki hazajött, hogy milyen megkülönböztetésben részesültek. Nem a támogatást kapták a hivatalos résztől. És ez egy nagy kérdés, ugye? BRICS országok. Azért látjátok, hogy az egypólusú világ az megszűnt, fölállt. De nem tudom ott az embereknek milyen joguk van. Ha én Kínára nézek, akkor bocs, nekem arra nagyon nincs szükségem. Ha Oroszországra nézek, a gulágra sincs nagy szükségem. Tudod, hogy van-e, mert ma még, ugye? Ha én azt veszem alapul, hogy a legsikeresebb korszaka Magyarországnak, az nem a demokratikus időszak volt, hanem amikor egy magyarságát, államát szerető autokrata vezető képes volt Bécsig eljutni, amíg a drága kis ellenségei meg nem érgezték. Tehát az nem egy demokratikus dolog volt, de én el tudom képzelni, hogy amikor, és ez nagyon nagy dilemmája egyébként a római tábornokoknak volt ez a későbbi időszakban, amikor már úgy választottak császárt, hogy a legerősebb katonatisztet nevezték ki, hogy utána hajlandó volt-e visszaadni a népnek a hatalmat, vagy a megszerzett hatalomért mindent megtett, és nem tudtak tovább menni a létezésben. És ez is egy nagy kérdés, ugye? Az én világomban úgy van ez az egész dolog, hogy ezt a daoszi fiúk által felfújt világot, ezt el kell törölni. Akkor ez az ármány, amiről beszéltünk, ez egy nap alatt eltűnik. Ahogy elindult az orosz-ukrán háború, másnap már az ármányról nem beszéltünk egy szót sem. Milyen érdekes volt, igaz? De ha belegondoltok, hogy akkor volt a kulminációs pontja a kanadai sztrájknak, a kamionos sztrájknak, és másnap már nem hallottunk róla, mert az ukrán háborúval foglalkoztunk. Ha megnézitek 56-ot,
A magyar forradalom elindult, és már is megrendezték a szülezi válságot, és senki nem figyelt a Magyarországon történő forradalomra. Ez nekem mindig azt jutatja eszembe, hogy ez egy kézben van. Ugye a keselyűnek a jobb szárnya, a bal szárnya, de nem látom azt a fajta gondolatot, hogy ez az új konstelláció, ami most itt kezd összeállni, és egyébként jóval erősebb, mint a másik oldal. Tehát anyagilag, fegyverben, bármiben, csak ne háborúval akarják megoldani. Ne háborúval akarják megoldani. Na. Ezt olvastuk már? Nem még, ugye? Ez az, amit ma el kell viselni. Tudni, hogy most szabad eltűnni, és nem bosszért imádkozni, és nem gyűlölni, hanem egyre szorosabb szövetségben állni az Úrral. Elviselni a borzalmat, és az undort, és a háborgást, és a tiltakozást, és a rémületet, és a reszketést. Elviselni, hogy az egész emberiség a sötét megsemmisülésben lohol. Siess a dúlásra, siess a prédára. Látni, hogy ime az Antikrisztus országa jön el, jön és jön, és ez a nihil, ez a fantazma országa, a személytelen, a valótlan, az Antikrisztus nem létező sötét őrületének káprázata, a megszólíthatatlan. Mert a valóság a világosság, Isten az egyetlen valóság. Szövetségben állni a világossággal, nem törődni azzal, hogy a menny az irtózattól leszakad vagy sem, a tenger kicsap vagy sem, és ezt most szabad. Szodoma és Gomorra ehhez képest vicc volt. Az özönvíz a földre kisebb dolgokért szakadt, de nem özönvizet kérni, nem gyűlölni, szövetségben állni az Úrral. Itt kanyarodok vissza a legelső dologra, hogy a Teremtőnek milyen más esélye volt az emberhez, hogy fölébressze. Gondoljátok ezt végig, nagyon durva, de egyszerűen az Antikrisztus kellett megengedni, mert az ember egyszerűen elfelejtette a teremtését, elfelejtette, hogy Isten emberként hogy kell viselkedni. Hogy ki az Isten ember, meg az ego milyen módon vesz ebben részt, ezt majd később Ágik a segítségével meg átbeszéljük. A szörnyű kérdés ez, miképpen van az, hogy mindez az igazságtalanság, ami ma itt történik, meg van engedve. Ez minden egyéb magyarázat szűk és erőtlen, kicsin és falsz. Minden ez, ami ma történik, csak úgy érthető, ha feltételezzük, hogy ez az apokalipszis végső szakasza, az Antikrisztus elszabadulásának kora, ez, amitől János apostol beszél, amikor azt mondta, mindennél fölött adatott neki felsőbb hatalom. Ez az a kor, amikor az igazságtalanság, amelyet máskor az ég és a föld hatalmai megtorolnak, most meg van engedve és szabad. Valljuk be, sohasem voltunk valami okosak, de most, mint a tök hülyék állunk itt. Tök hülyén állunk itt, és tehetetlenül, és kétségbe esetten, és jajgatva, és a borzalomtól megszürkülve, és a nyelvünket a fájdalomtól összerágjuk. Tehát ez a tehetetlenség, egyébként bárkivel beszélgetek, és megkérdezem, hogy neked milyen jövőképed van, akkor ez a fajta állapot köszön vissza, amit itt Béla bátyánk felhozott, és valljuk be, hogy nincs más út, mint az, hogy a fejünket az Úr ölébe hajtsuk. Mert hogyha ez az egész teremtett világunk, ez itt az Úr teremtvénye, a teremtőjé, és akkor mi már azt is mondták, hogy nagyon figyeljek rá, hogy mikor az Úristent használom, és mikor az öreg Istent, mert hogy az Úristen az maga a nem a jó Isten, hanem a másik Isten, akkor egyszerűen én nekem azt kell mondanom, hogy egy az Isten, a többi csak vallás. És hogyha a sátán, az Antikrisztus megszülethetett, az nem személy, hanem az emberek lelkében kialakult valami, ami a világot ide elvezette. És csak attól fog ez a világ megváltozni, hogyha az ember képes lesz megváltozni. Ha nem tud megváltozni, akkor igenis ez a civilizáció is Atlantis sorsára jut. Biztos sokan megmenekülünk, de a világnak nincs más kiútja, mint az, hogy ezt a fajta létezését felszámolja. Kisgömböt már minden földfal. A lufi pénz most durrant ki. Hamarosan látjátok, hogy tönkreteszik a kötvénypiacokat, köntekeszik majd a stock marketet.
bedőlnek a nyugdíjalapok, és mesterségesen mindent tönkretesznek. És azok a kisvállalkozások, középvállalkozások, akik ezt az egészet fenntarthatnák, akik az adóknak a 85%-át befizetik, mert nem a multik fizetik itt be, amit minden elvisznek, hanem a kis cégek, a katások, a jóisten tudja mi, ezeket folytják meg elsőnek azért, hogy te hódolj be a rendszernek, és szolgáltatásod lesz. Elveszem a házadat, mindenet, és akkor én majd eldöntöm, hogy te jó fiú vagy, rossz fiú vagy. Ha rossz fiú vagy, bezárlak. Egy egész 15 milliós város bezártak Kínába hónapokig, a semmiért. És utána, aki kimert jönni az utcára, azt meg elvitték. Na, hagyjuk ezt, mert ezeket a borzalmakat, mivel ugyanúgy, nem is mi, hanem az őseink átélték, és ahhoz, hogy megmeneküljünk, mi fülünket, farkunkat behúzzuk, mert tudjuk, hogy a túlélési stratégiánk csak ezt a fajta életet engedi meg nekünk. Mindjárt azt hittük, hogy a gonosz majd valamilyen élő emberi és történeti alakban fog megjelenni. Sokan még azt is hitték, hogy az egész majd kedvező fordulatot vesz, az Antikrisztus és őrültjei észre térnek, de nem tértek meg. A senki még csak nem is sejtette, hogy az Antikrisztus nem térhet meg, mert nem élő személy. Történeti lényben nem is inkarnálódhat, mert éppen a személytelen és a nem létező. Nem mintha ebben valami vigasztaló lenne, sőt, így még kevésbé fogható meg, egyáltalán meg sem fogható. Tehát nem lehet fülön csípni, mint Dolfit, ha Jóisten tudja, mi lett vele, hogy lelőtték vagy elszökött, ugye? Hanem egyszerűen ő a világban van, bennünk van, a személytelen hatalomban van, és mi tartjuk fent. Várjuk, hogy vége legyen, úgy legyen, mint rég, de nem lehet. Csak egyet tehetsz, és ez nagy dolog. Egyszerűen nem teszed meg. Belebújsz az úrölébe, magasan tartod a rezgésszintedet. Legyél egymás támogató kis közösségek tagja, akikre számíthatsz. Cserevelélő kis közösségek, egyre kevesebb pénz használata, szabadulj meg a becsippelt digitális rabszolgaságtól. Nézzétek meg a gyerekeinket is, akik itt vannak, hogy mennyire magukkal ragadta már ez a dolog. Ha nincs előtte egy laptop, egy telefon, egyszerűen nem hajlandó enni. Nem itt van közöttünk, nem játszik, és a kicsikre, hál' Istennek ez nem mondható el, hanem már a digitális rabszolgaság egyszerűen beszippantotta őket. Jó, hogy a mi világunk sem jelent neki már semmit, de az a világ sem produktív, amit ők hoztak létre. Kell-e produktív világ, vagy valóban majd ilyen avatáronként éljük az életünket, és nem egymással személyesen találkozunk, hanem fölveszek egy még jobb képű alakot, és a digitális világban járok bulizni, dolgozni. Volt egy ilyen film, de most nem jut eszembe a címe, amikor az emberek már csak a kis klónjaik jártak az utcán, és ők meg otthon élték az életüket, és egyszerűen semmilyen kapcsolatot nem tartottak föl. Mindjárt szembe jut a neve, de ha nem, akkor még iszunk majd kis kávét. Az egyetlen, amit tenni lehet, amit Hénok tett, nem gyűlölni, hanem szövetségben állni az Úrral. Megvan engedve? Igen, hajmeresztő, hogy ezt most szabad, de szabad. El kell viselni, és a szövetséget még szorosabbra venni, belebújni az Úr ölébe, és a boldogtalanért, akik a fájdalomtól nyelvüket összerágták, de nem tértek meg imádkozni. Mindnyájan együtt alszunk a rémmel, megismertük, tilos és szentségtörők, közvetlenséggel, és a megsemmisülést magunkhoz öleltük, és mindnyájan kivétel nélkül ma itt a személytelenség sötét őrületében élünk és alszunk. Mindolyanok vagyunk, mint a katona, aki parancsra saját apját lelövi, mert parancsra személyes életünket kikapcsoljuk, és meghunyászkodunk, és szívtelenek, és embertelenek, és értelmetlenek, és a katonák személytelenek vagyunk, a valóságról lefejtve és elvontan. Egészen más feladat lenne persze életünkben minden személytelenségi attitűdöt kielemezni, például azt,
hogy ez a bizonyos katona, amikor a puskát apjára ráfogja, miképp válik személytelenné, és hogy a hivatalnok íróasztalánál miképp kapcsolja ki személyét, és a tanár a katedrán milyen személytelen, és a tudós és a pap és a szószéken milyen személytelen, és absztrakt és fiktív, és őrült, milyen komikus, és komédiás, és hazug, és főképpen milyen megszólíthatatlan, és a sajtó és a művészet is milyen fikció. Életünket személytelenség attitűd veszi, kimarta, és személytelenül gondolkodunk, és érzékelünk, és egész mitológiát építettünk. Ugye gondoljunk bele abba, és én ismerek ilyeneket, eljön egy előadásra, ahol spirituális dolgokról beszélgettünk, szünetben oda jön, hogy igen, én egy akármilyen intézet engedélyező hatóságának a főosztályvezetője vagyok, és fú, ezek nagyon klassz gondolatok. Másnap bemegy a hivatalába, és szétszivat, kiküldi a több milliós bírságot, mert neki ez a dolga. És nem tud hozzászólni, mert ő nem tudja eldönteni, hogy melyik oldalon áll a megszólíthatatlanság. A katona, aki odaáll sorfalba, és a saját testvérét, anyját visszalögdösi, jó esetben gázprével lefújja, rossz esetben kilövi a szemét, a legrosszabb esetben akár fegyvert fog ránk. Nézzétek meg, hogy folyamatosan az erőszak szervezetekben mekkora pénzt Magyarországon is beleraktak, hoztak egy új törvényt a gyülekezéssel, a honvédségi törvényt, egyszerűen semmilyen lehetőségünk hivatalosan nincs az, hogy összegyűjjünk. Hol van ez a pont, amikor leteszi a pajzsot, és átáll a túloldalra azokhoz, akikhez ő tulajdonképpen tartozik? Mert mindig lesz az a pénz, amiért megveszi a lelkét. Ott van az orwelli világ, a besúgók és rendőrök világa. Ott is van az a pénz, hogy besúgja a másikat, és van az a pénz, hogy elvigyék. A Fahrenheitre gondolok, sokkal láttátok biztos a filmet. És akkor titkos éjszakákon a tűzből megment egy könyvet, ahol elolvassa, hogy mi az a valóság, mi az az igazi élet, de másnap ugyanúgy megteszi. Hogy ott a könyvbe egy idő után nem tudja megtenni, de nem ez a jellemző. Nézzétek meg, hogy az orvosaink nagyon nagy része, aki folyamatosan az elmúlt években ebben a közegben élt, az nem igaz, hogy nem lát. Nem látja át az árványt, hogy miről szól. Mikor lesz, hogy ők tömegesen fölállnak? Egyelőre azokat kitiltják az orvosszövetségből, akik igenis fölmertek állni és elmerték mondani. Mikor ül le a hatalom valóban azokkal, akik a másik oldalt képviselik és adatokkal bizonyítják, boncolással, bármivel, hogy ez az ármány nem értünk van, hanem az emberiség ellen. Hol van ez a pont? Hol van ez a pont, kérdezem én. Magyarországon, és akkor Soros Gyuri bácsiról beszéljünk, aki 44-ben még fiatal taknyos kölyökként tippeket adott, hogy melyik zsidó lakásokat lehet még kifosztani, meg kiket lehet elvinni. A saját fajtáját. Ugye, hol van ez a pont, amikor, és egy riportban elmondta, hogy őt igazából csak a pénz motiválja, semmiféle morális problémája nem volt azzal, amit annak idején megcselekedett. Hol van ma neki problémája, amikor megsortolja az országokat, és az angol kormány bedöntötte a fontnak a megsortolásával. Arról nem is beszélünk, hogy a magyar forintnak is nagyon sokat ártott. Lenne cselekedet, de ezeknek az embereknek semmiféle morális érzékük nincsen. Készül a dúlásra, készül a rablásra. Nincsen semmi más. És még egy nagyon durva példát elmondok. Megtalált egy nő, és elmesélte, hogy hát engem kilakoltatta. Ott az anyáméknál húztuk meg magunkat, de a kisfiam az elvégezte a közgazdaság egyetemet, nagyon jó állást kapott. Mondom, és hova ment? Hát, egy bankba kapott. Tudod, a bankban nagyon jól fizetnek. És mit csinál a bankban? Hát, hiteleket oszt meg, utána a végrehajtási eljárásokat kezdeményezi a közjegyzőn, illetve a végrehajtónál. Mondom, ezt most komolyan mondod? Tehát te, aki a sorsnak a kiszolgáltatottja vagy, odaadod a gyereked nem látja ezt át, és beáll csatlósának annak, ami téged tönkretett. Tehát, hogyha belegondoltok, hogy hol van ez a határ,
Ugye ez ugyanaz elmondtam, hogy, hogy hallja a hülyeséget, és utána a saját véleményét kezdi szajkózni. A rendőr, akit ma kilakoltat, holnap kilakoltatják. A kilakoltatott attól örül, hogyha a fia, a lánya a bankba kap munkát, és pontosan újabb kilakoltatásokat rendel el. Ez, az ember esze megáll. A Jóistennek ilyenkor milyen más lehetősége van, mint az, hogy oda koppint az embereknek. Ezek nagyon durva szavak, én nagyon jól tudom. Jó elhúzódik a dolog, de most már menjünk a végére. Milyen szánalmas és bárgyú reménykedés, hogy a világ megjavul, a válság szépen elmúlik, és a történet, a személytelenizmus csak úgy magától, tőlünk, függetlenül az emberiséget boldogsággal meg fogja ajándékozni. És akkor minden megy tovább. Reménykedni ezek után abban, hogy van embertől és szemétől független történet és fejlődés, az apokalipszis happy endben végződik, csak úgy a személy hozzájárulása és akarata és erőfeszítése és bevetése nélkül, idiótának kell lenni, hogy az ember tőle független változásban vagy pláne javulásban hinni tudjon, az olyan változásban, amelyben tevékeny része nincs. A jó és egyre jobb világ nem a személytelen fejlődés eredménye, amelynek kellemes előnyeit élvezni lehet. Ez egy nagyon fontos része itt a dolognak, és erről szerintem az elmúlt 5 napban nagyon sokat beszélgettünk. Ha mi nem vagyunk képesek változni és a környezetünket átváltoztatni, és erre mondta Ági egyébként, hogy, hogy nézzük meg az emberiség történetét, hogy itt a bármilyen izmus vagy bármilyen mozgalom meg tud-e tenni azt az emberrel, hogy, hogy alapvetően megváltoztassa az életét. Nekem mindig az, az jár az eszembe, hogy azok a civilizációk, akik előttünk kipusztultak, mikor jöttek rá arra, hogy meg kéne fordítani a kormány rudját, mert mindegyiknek késő volt. Van-e nekünk még időnk itt és most ennek a civilizációnak a végnapjai előtt, hogy megfordítsuk ezt a kormányrudat, és eljussunk Isten országából? Mert hogy hittel vallom, hogy ez itt a földi paradicsom. Semmi más nem lehet. Hogy a személytelen mikor válik megszólíthatóvá? Hogy lehet azt hinni, hogy ez majd happy enddel végződik? A csillagok állása majd mindent helyrehoz, és te várd ki a sorodat. Mert itt egy asztrológiai képlet, ő azt mondta, na, vége lesz. A Pluto pont most retard, az azt jelenti, hogy visszafele megy az időbe. Az ember nem evolúcióba lép, hanem devolúcióba. Sokkal, sokkal hülyebbek és ostobábbak vagyunk, mint az a népség, akit a Szodoma és Gomorra után Jóisten a tűzész elpusztított. Mi a fenében reménykedünk? Egyedül itt van még egyszer. Nincs olyan változás, amelyben tevékeny részed nincsen. Ha nem képes az emberiség változni, egyszerűen esélye nincs semmire. Na, menjünk kicsit, ugye egyre durvábban kezd ez alakulni. Istentől, embertől, szellemtől független valóság nincs. A világ javulása az én javító tevékenységemtől függ. Ezt sehogy sem akarjuk, és direkt kijavítom, sehogy sem akarjuk tudomásul venni. Ezért van terror, ezért van technokrácia, hivatal, szájnfitizmus, és ezért van katona, aki saját apját lepuffantja. Ezért kell az Antikrisztusnak eljönnie. A világ megváltoztatását csak a magam megváltoztatása teszi lehetővé. A körülményeknek itt semmi szerepük nincs. Az emberek sötétségén a legjobb szándék is megtörik. Nem tértek észre. Az Antikrisztusnak el kellett jönnie. Nagyon súlyos szavak ezek, és nagyon nehéz ez bármit kimondani, de gondoljátok meg, hogy mi itt lassan 1000 év óta szívunk. Tehát itt mindig volt rajtunk valaki, török, osztrák, orosz, akármi. Volt egy-két pár felvillanás, amikor pillanatokra a magyarság újból régi fényében éghetett. Mi egy örök túlélők vagyunk. Hogy tudod elvárolni azoknak a nemzeteknek a fiainak, hogy ébredjenek, akik az elmúlt mondjuk évszázadban, a legjobb jólétben, vagy pár száz évben rabolták a világ kincseit, mindenkinek minden volt, illetve relatív, sokkal több, mint azoknak, akiket folyamatosan csak kirabolták, mint Magyarországot. Ők az igazi alvó állapotban vannak.
Mi azért már sok mindent láttunk, az elmúlt akár 50 vagy 100 évben is. Mi azért már sokkal többen megláttuk itt is, hogy az ármány miről szól. Lehet is statisztikákról beszélni, 60-70% árványellenes dolog, de tudnunk kell, hogy ez sokkal alacsonyabb szám, amikor úgy beszélgetek emberekkel. Itt sokkal jobban felkészültek emberek azt, hogy mi lesz, és itt nagyon nagy változás van az emberek gondolkodásában. Egyelőre felhalmoznak, mint a hörcsök, de ismerjük azt a mondást, hogy a cinege egész életét nyáron végigmuzsikált, a hangya gyűjtögetett, spejzolt, aztán tényleg mind a ketten megdöglöttek. Tudod, mert most nem ez a világ jön, hogy ha egy kicsit harácsolsz, és még felspenzold magad, akkor te ezt túléled. Nem. Együtt megyünk. És ezek a barmok megcsinálják, hogy atomháborút lökjenek az emberiség nyakába, mert nekik simán belefér. Lemennek 10 000 mélyre, ott vannak a városaik, amiket fölépítettek, mind a két oldalon ezek a városok megvannak, és én azt kívánom, hogy igen, éljetek ott az életeteket. Inkább mi együtt megyünk. Tudjátok, a lelkeket nem lehet megölni egyébként, és hogyha ez a hülyeség van, akkor inkább közösen menjünk, mint az, hogy én kicsit többet spejzoltam, mint a másik. Mert a sorsunk az közös. És ezért nagyon fontosak ezek a közösségek, amiről egyre többet beszélünk, és reméljük, hogy van még idő arra, hogy ezek a B-terv meg az önfenntartó közösségeket meg tudjuk valósítani. Egyetlen gond csak azzal van, hogy a magyarság, és ezt akartam ebből kihozni, hogy napról napra fogy. És nem csak azért, mert Magyarországból új Izraelt akarnak csinálni, nem csak azért, mert 1,5 millióan elmentek ebből az országból az elmúlt években. Egyébként, hogyha beszélek ukrán testvéreinkkel, vagy Erdélyben is, már ott sincsenek szakemberek, mindenki már valahol van a világban. Ez egyszerűen szétszélettünk. Régen ez úgy nézett ki, hogy az inasok elmentek külföldre, és mesterként hazatérve fölépítették a saját országukat, és egy csodát csináltak. Ma már nem térnek vissza, mert erre a szivatós világra nagyon senkinek sincs szüksége. Erre az adórendszerre senkinek sincs szüksége. Egyik oldalról szüljen minél több gyereket, aztán meg szétoltalak. Ugye kérdezzünk meg gyerekorvosokat, akik felelősen gondolkodnak, hogy mi a véleményük az oltásról. És mindig azt kérdezik egyébként, hogyha a gyerekoltásról beszélünk, hogyha a gyerekek átoltottsága állítólag már 70%-nál tökéletes nyári immunitást okoz, hogyha 90% be van oltva, akkor az a 10% mekkora veszélyt okoz arra 90%-ra? És aki nem volt, hogy a gyerekét fogják is elveszik. Tehát valami nonsens őrület van, de aztán rájöttem, hogy ez az egész dolog a mostani időszakra készítette föl a társadalmat. Na, menjünk tovább egy kicsit. Na. Az ember ma minden sikert kizárólag annak köszönhet, hogy személyes életét megtagadja és kikapcsolja. A személytelenségi attitűdöt vesz fel, és elmegy katonának, hogy mihelyt alkalma nyílik, saját apját lepuffantsa. Nem sokára már csak siker, de lélegzet, kenyér is csak azért lesz, aki személytelenné vált, ami ugyanaz valótlanná és hazuggá. Önmagát letagadja, önmagát a létező sorákból kizárja. Miről beszélek itt? Ő nem beszélt erről. Ő nem tudta, hogy a QR-kódos életed lesz, és a jó fiú vagy, és az árményt elfogadod, és megfelelően előadod azt, amit ők akarnak hallani, hogy akkor lesz kenyér a szádba, akkor utazhatsz külföldre. Kínában ezt már megvalósították. Aki ott fölemeli a szavát, nem hagyhatja el lakását, nem hagyhatja el a városát, és ezek a tesztek folyamatosan mennek a világba. És ugye, hogy a Kína a BRICS országoknak a másik felét képez, ugyanakkor láttam Törökországban menekült orosz értelmiséget. Mi a fene van? Hát ha a putyini világ az ennyire jó és ennyire az emberekért van, és valóban arról szól, hogy ezt az ellenpólust legyengítse, stb., akkor én ott is szeretném látni azokat a gondolatokat, amikről itt beszélgettünk, hogy szeretett testvériség. Ő egy ugyanolyan hadvezér,
mint a római hadvezérek voltak, hajlandó-e utána, a győzelem után esetleg, hogyha győz, nem akarok ebbe vele menni, letenni a fegyvert, és azt mondani, hogy gyerekek, akkor most a szeretet és a béke országát építsük tovább. Ezek nagyon nehéz emberi döntések, és ott is annyi sérelem van évszázadok, évezredek óta, ami miatt ezt nagyon nehéz megtenni. Én Kínába sokat jártam. A kínai gyógyászatot tanultam, illetve Chu professzornál azt hiszem háromszor vagy ötször is voltunk. És ő azt mondta nekem, hogy kínai gyógyászatot, a meridián tant tanította, és rettegett attól, hogy elveszti azt a kis egyszobás lakását Beijingbe, mert hogy ma már Kínában is nem a kínai orvoslást gyakorolják, hanem ott a ott van a nyugati orvoslás, ugyanazokat a gyógyszereket kezdik szedni, amitől az egész világ tudjuk, hogy milyen egészségi állapotba került, és ő egyszerűen nem tudja, hogy mi annak az ősi, archaikus tudásnak a jövője, amit ő képvisel. Tehát amikor Attila megjelent Róma falai előtt, akkor éreztük, hogy az az új erő, az az új vonal, amit ő képviselt, ez valami újat hoz. De az az erő, ami most a jelenlegi birodalmat leváltaná, az ugyanolyan fertőzött és ugyanolyan romlott, mert hogy beengedték az életükbe azokat a mozzanatokat, ami a mi nyugati civilizációnkat tönkretette. Mi az, ami ő újat tud nekünk mondani? Igen, oké, gazdasági alapon fogja tenni a dolgát, de az embereknek nem tudom, hogy milyen sorsot ad. Az antikrisztus személytelen hatalom, amely ezt a művet alássa és meg akarja semmisíteni és megfordítani. Mivel ő maga nem inkarnálódhat tevékenységét, azon az emberen keresztül fejti ki, aki neki meghódol és aki őt szolgálja. Mert ki vagyunk neki adva. Neki most fensőbb hatalom adatot, az antikrisztus nem ismerem meg, mert nem lény és nem is lehet az. De tevékenységét felismerem arról, hogy a megváltót örökké meg akarja feszíteni, és a megváltást meg akarja fordítani. Néha nekem is elakadám a szavam. A besugók és árulók csalók országa jön el. A kilóksz a rendszerből, éhen halsz. Kiiktathatnak. Aki őket szolgálja most, nekik sincs kegyelem. A dolgát elvégezte, ugyanúgy digitális rabszolga lesz. Rendőre, erőszaktevőkre mindig lesz szükség. Totális digitális kontrollon keresztül tudnak irányítani. A remény morzsáit a te változásodban van. És akkor az első rész az itt érne véget, mert utána Ágika ideül mellém, és igazából azokat a gondolatokat átvesszük, ami ehhez az úthoz vezet, illetve ebből még van talán egy szlájdunk, és utána a Hanvas Béla által írt imádságot fogjuk közösen elrebegni, ami egyébként engem teljes mértékben áthat, és sosem gondoltam róla, hogy ő imádságot fog írni, azért nem tudom, 20 éve olvasom őt komolyan, de mindig meg tud letni. És ezek a gondolatok pont most kerültek a kezembe, ez a Hanvas Béla sorozat 17. tagja, aki meg szeretné venni a Szilencium, ez a címe, és hangos könyvben is megtartható. A paradicsomot beszenyezte, Isten országát nem fogja tudni összetörni. Ezt a fogadalmat most nekünk itt a végső napok őrületében az Úr kezébe le kell tennünk. És innen fog jönni az imádság, illetve az a fajta gondolatiság, amit Ágikával közösen szeretnénk nektek ezzel kapcsolatosan elmondani. És ennek a második résznek a címe, hogy de ki is valójában az Antikrisztus vagy mi? Én a személytelent nem az Antikrisztusnak gondolom egyáltalán, hanem pontosan annak a lénynek, amelyik megszabadul a személytől, és egy teljes felszabadulás révén magává az úrrá tud válni. Az, hogy Antikrisztusnak nevezte Hanvas Béla ezeket a dolgokat, meg mindent, amit itt felsorol, az az embernek egy természete, benne van a természetében. Bennünk van az a személytelen,
ami, hogyha elindulunk a felébredés felé vezető úton, és a magunkban meg szeretnénk találni a jó Istent, illetve szeretnénk végre egyé olvasztani az emberi, meg az isteni önmagunkat, akkor bizony ezen keresztül át kell haladjunk. Tehát a felébredésnek az egyik záloga az, hogy megnézzük, hogy mitől nem vagyunk felébredve, mi az, ami okozza a galibát, mi az, amihez köthető ez a sok borzalom, ami most itt össze van foglalva ebben a fejezetben, ez mind a személyhez köthető dolog. Ez nem a személytelenhez, ez magához a személyhez köthető dolog. Ahhoz, hogy azt a személyt, amely gonosz, meg kegyetlen, meg szívtelen, meg érzéketlen, elnevezem a személytelennek, én biztos nem fogalmaztam volna így meg, de az biztos, hogy ezek mind az ego tulajdonságai. És az ego az pontosan egy nagyon nagy félelemben élő valaki, aki elhiszi, hogy rajta kívülálló dolgok bántják őt, meg akarják ölni, és ezért ő is önvédelemből és az életvédelme érdekében mindenféle gonosz dologra vetemedni kényszerül. Na most ugye ezek itt... Tehát aki megvizsgálja magát, és meditál, jogázik, vagy azt játsz, hogy jogázik, mindegy, hogy nevezhetjük-e jogának, de ha valaki nagyon komolyan magába száll, hívjuk így, és elkezdi megkeresni azt, hogy ki ő valójában, akkor ott nem fog találni szemét, hanem egy gyönyörűséges isteni lényt fog találni. Na most, hogy Hamvas Béla elnevezte a személytelent az Antikrisztusnak magának, én ezt nem tartom szerencsés. Akkor még az egót nem nagyon használtál, nem, egyetlenszer nem találtad azt a szót. Hát lehet, Hamvas hogy Bélán. Az Antikrisztust, ha lecserélnénk egóra, és úgy végighallgatnánk, akkor teljesen más üzenete lenne ennek az egésznek. De mivel tudjuk, hogy az ego az egy kényszerű azonosulás, egy kényszerű életvédelmi mechanizmus, ami meg akarja védeni az életedet, és biztonságba akarja helyezni a saját és életedet és a szeretteidet. Én azt gondolom, hogy az ego sem egy gonosz, rossz dolog. Inkább azt mondom, hogy az ember beleragadt egy történetbe, elhitte a teremtés történetet, nem is akar ebből kijönni. Ha elhiszed a teremtés történetet, akkor mindig lesz egy teremtő, meg egy teremtett, tehát mindig lesz egy saját magadon kívül helyezett jóisten, vagy valamilyen isten, amelyik feljebb való, de te soha nem engedheted meg magadnak azt, hogy elfogadd igazi való lényedet, mert az egy megengedetlen dolog. Mindjárt visszaadom szót. Egy nagyon érdekes gondolatot találtam, ugye ez a fajta világbirodalom, ami most itt az egész életünket befolyásolja, most itt, aki diktálja a létezésünket, ez egy, fogalmazunk úgy, gonosz erők, nagyon gyengék, fanatikus hitűekkel szemben, akkor is, ha összeharácsolták a világ pénzét. De még mindig nagyon sok ember Isten hite erősebb a gonoszok pénzénél, hatalmánál. Bosszantja őket, hogy az Isten hívőkkel nem tudnak bármit csinálni, amit akarnak, ezért használják a laboratóriumokban betegebbé tett vírusok terjesztését. Na, nem akarok itt vírusokról beszélni, mert akkor radírozni bennünket, jó? Tehát fogjuk ezt föl, hogy ez egy haldokló birodalom. Minden az övé már, és egyszerűen ahhoz, hogy a státuszkót, a birodalmát fel tudja tartani, neki mindent meg kell ahhoz tenni, hogy ez, nézzük meg az ő oldaláról, létezhessen. Ugye a tönkretett földjeinket már csak Monsanto magvakkal lehet bevetni, mert csak azok fognak ott kikelni. Nem azon gondolkodnak, hogy lehetne újból élővé tenni a földet huminsavval, gilisztatenyésztéssel, bármivel, mert a technológiák itt vannak, hanem az, hogy akkor csináljunk olyan magvakat, amik a halott földben és a műtrágyával is léteznek. A műtrágya halott földeket hozott, egy kizsigerelt föld,
kizsigerelt növényeket hoz létre. A kizsigerelt növények olyan embereket látnak el, akik ugyanúgy ilyen kóborló szerencsétlenek, ahogy a mai ember él. Hát most nem munkát menni táplálkozás kiegészítő vizsgálatba, de ez az egész folyamat annak a szellemiségnek a következménye, ami az elmúlt 500 évet jellemzi. És ez a birodalom, ez most gyenge és haldoklik. Ezért nekünk nem lázadni, hanem nem megtenni. Tehát én mindig ezt mondom, hogy ne ki az utcára menjünk, ne a forradalom. Ha kimennénk egy millióért, azt mondom, hát én is megyek veletek. De nem tudom, tehát bizonytalan vagyok, érzitek az én szavaimból is. Nagyon egyetértettem Ágival, és azért itt az utolsó oldalra, amikor erről beszélgettünk, és én kértem meg rá, hogy ez az antikrisztus, te ego kifejezésével, ami nagyon jól kifejtettük már, hogy ez milyen módon uralta az életünket, behelyettesítjük, akkor egyszerűen megkapjuk a választ, hogy az antikrisztus, ez bennünk nevelkedett, ezt mi dédelgettük, és ezt mi engedjük meg. És ha emlékeztek még arra részre, hogy csak az egyén megváltozása útján tud ez megváltozni, akkor mindent értetek, és ez a mi kezünkben van a mai napig is. Én úgy látom, hogy ha továbbra is az ember úgy él, ahogy eddig, hogy elhiszi ezeket a dolgokat, amiket az István mondott, nem, tehát nem az ő megfogalmazása, hanem Hamvas Béla kidolgozott, mert ő éppen ezt az aspektusát kiragadta a teremtés teljességének. Ez olyan, mintha én a tortában csak a kis csoki darabot, vagy a mazsolát nézem, és az lenne a lényeg, és utána abból a mazsolából egy nagy következtetést levonnék, hogy akkor ilyen az egész torta. Az emberiség elkezdett felébredni. Valahogy önmagát ébreszti fel ez a tudat, mivel minden a tudatnak a játéka, a tudatnak az aktivitása, a tudat önmagával játszik, a tudat valamiért úgy döntött, hogy felébred, és ráébreszti a valóságra, ami majd az ima első mondatából mindjárt ki is derül, ráébreszti az embereket a valóságra. Na most, mivel a teljesség az olyan, hogy mindig mindent kijátszik, tehát kijátsz a gonoszt is, nem csak a szeretetet, hanem a teljesség, csodálatos, a teremtés teljességének pontosan az a gyönyörűsége, hogy minden van benne, minden. És az embernek meg olyan a természete, hogy félelembe kell tartani, bűnösnek kell őt kikiáltani, hogy ő ezt elhiggye, és ebben a bűnösségtudatban, bűntudatban, félelemben ő mindig engedelmes lesz. Mivel megindult egy tömeges felébredés, kvázi kikódolásra kerülnek most azok a dolgok, amik az emberek előtt eddig rejtve voltak, ezért egy óriási nagy felszabadulás kezd el kialakulni a világban. Mi a dualitásnak a teljesen természetes válasza erre a hatalmas hirtelen felszabadulásra? Másik oldalon egy nagyobb nyomás, még nagyobb félelemkeltés, még ijesztőbb dolgok. Hogyha valaki elkezd ébredni, az arra fog ráébredni, hogy itt minden szintiszta eleven élet. Nem haldokló birodalom, lehet, hogy ez a birodalom haldoklik, amelyik ezt meg akarja akadályozni, és a mást akar erről mondani, mást akar az emberekkel elhitetni. Ez egy ilyen kis megfeszülős játék most, viszont mivel minden kikódolásra kerül most, ezért természetes, hogy most van az az időszak, amikor úgymond a negatív dolgok is teljesen meg vannak engedve 100%-ig. De ebben a helyzetben, hogy szabadon tudjál ébredni, minden kódot, minden lakatot most ki kell nyitni. És ugye nem egy adásban, nem kettőben, nem háromban már beszéltünk arról évekkel ezelőtt, hogy megnyílt minden, megnyílt az információs mező, megnyíltak a tudások, megnyílt minden tanítás, minden elérhetővé vált, de itt lehet ébredni. Tehát, hogyha elkezded újra lezárni a sötét oldalt, akkor nem csak az záródik le. Nagy valószínűséggel. Mindenki, aki ébred, annak a figyelme nem ezen van. Mindenki, aki ébred, az pontosan azt a fajta személy elhagyását teszi meg, akárhogy fél, akárhogy zizeg a világ, akárhogy próbálják őt kényszeríteni. Amikor te felszabadulsz, akkor már te nem a rendszer szolgája vagy, és nem is kell elhagynod a rendszert, hanem a rendszer kezd el szolgálni téged. Ezt meg kell figyelni.
Tehát ez nem állítás, hogy hidd el, jaj, nyugodj meg, majd nem így lesz, szép lesz, jó lesz. Nem, figyeljen meg. Figyeld meg. És azt is figyeld meg, hogy itt és most ebben a pillanatban neked jó-e. És 5 perc múlva, amikor megnézed, akkor is nézd meg, hogy neked jó-e, és minden rendben van. És 10 perc múlva, és 2 nap múlva ugyanez lesz. És utána nem állsz meg itt, hogy nekem jó, meg mindenkinek jó, meg a körülöttem lévőknek jó, hanem jaj, de a világ! Mit csinálsz? Te hozod be ezeket. Te élteted ezeket a dolgokat. Bedobnak egy hírt, lehet, hogy nem igaz, de az emberek tömeget teremti meg, és teszi valósággá ezen az illúzión belül. De mi most nem azon fáradozunk, hogy az illúzión belül még ezt még arra tologatjuk, megváltoztassuk. Az illúzió az egy duális világ, egy duális, látszólagos valóság. Mindig ez az arány fog fent maradni, hogy lesz jó, meg lesz rossz benne, mivel ez egy totálisan stabilan egyensúlyban lévő valami. De az ébredés az arról szól, hogy ebből a fajta világból, amit itt Hanvas Béla is felvázol, felébredünk, és akkor szerintem ide illeszkedhetne az ima, mert egyébként az ima megmagyarázza azt, amiről beszélünk itt. Még egy gondolat csak, hogy ebbe a hosszan nyújt előadásból azért egyértelműen kiderült, hogy magát a rendszert azáltal tartjuk fent, hogy Ági is mondta, hogy hagyjuk, hogy hozzánk szóljanak ez ügybe. Abban a pillanatban, hogy volt egy ilyen mondat is, hogy a kín az utcán élő csövesek közül szinte senki nem betegedett és nem halt meg. Annélkül, hogy az ármányt magához vette volna. Egyszerűen nem néztek tévét. Tehát abban a pillanatban leül két ember beszélgetni, és megengedi, hogy ez az alacsony rezgésszintű lehúzó energia, hogy jaj, mi lesz velem cím bejön, onnantól ő is ugyanott van. Tehát pontosan nem beengedni. Ez a nem megtenni kategóriában van, hogy tényleg erre az új énemre figyelni, ami már nem az én énem, hanem ennek a nagy közös tudatnak a mit tudom én, valószínűleg majd valaki egy jó kifejezés fog erre találni, de pontosan, hogyha elfogadjátok ezt a második gondolatot, akkor ki vagy mi az Antikrisztus, akkor pontosan az idáig dédelgetett és etetett édesdrága egónk az. És egy nagy kérdés, hogy bármilyen szituációban vagy, meg kell kérdezned magad, hogy én szerethető vagyok-e magam számára ebben a szituációban. Amikor megalkudsz, amikor bármit teszel, és a válasz az mindig ott lesz, mindig képzel egy képzeletbeli tükröt, amiből belenézel. A lelki ismeret, a lelkem ismerete, ebben a szituációban ki vagyok én. És az az ember, az a létező, és akkor nem fogalmazunk, a szerethető abban a szituációban, akkor azt csinál tovább. De ez igaz párkapcsolatban, igaz gazdasági kapcsolatban, munkahelyen, bárhol. És ha szerethető a számodra az a lényeg, aki abban a szituációban vagy, akkor csináld, ha nem, akkor megfordulják ki belőle. És akkor itt van az idő. Hogy közösen, ugye ti tudjátok olvasni az imát, és én köszönöm, hogy én olvashatom fel. Reméljük kevesebb hibával, mint az előadás, de csapjunk bele. Atyám, bocsáss meg, hogy oly sokáig személytelennek hittelek, pedig te vagy az egyetlen valóság, és te vagy a szellem és az atya. Hallgass meg, és ne tedd magad megszólíthatatlanná. Hallgass meg a boldogtalanokért és magamért, hogy a fájdalomtól összemart nyelvvel hozzád szólok. Hálát adok neked, amiért megengedted, hogy a megsemmisülés szörnyetegét megismerjem. Én is felaludtam sötét éjszakákon, tilos és káromló ölelésben, és magamban a sivatagot tápláltam, mert ez az utolsó idő, amikor a rémet minden léleknek meg kell ismernie, és az utolsó tapasztalat, hogy a megsemmisüléssel együtt kell aludni, és az Antikrisztus mindenkinek meg kell próbálnia. Nincs út vissza a paradicsomba, és nincs kerülő, és nincs remény a javulásra. Minél gyorsabban átesni egy napokon, hogy a te országod eljöhessen. Nem tiltakozom, és nem menekülök, és nem választom a könnyebbet, és nem térek ki előle.
magamra veszem, és köszönöm neked, hogy a nehéz sorsra méltónak találtál. De nézd, atyám, a gyámoltalanokat, akik nem tudják, mi történik, erősíts meg az én hangomat, hogy az én szavam mennydörögjön, és meghallják azok, akiket a sivatag még nem nyelt el. Hogy az Antikrisztusnak helyet ne adjanak, és neki meg ne hódoljanak, és felébredjenek. Boldogok, akik a végső napokban szenvednek, és akiket az irtózat összeráz, és akik a rémet nem szolgálják, és akik ezt tudják, és elviselik, hogy a borzalom meg van engedve. Akik nem botránkoznak, és nem javítgatnak, és nem háborodnak fel, és szenvedésükért nem lázadnak, és a tiltakozástól nem vakulnak el, és nincsenek megsértve, hanem tudják, hogy ez most szabad, és meg van engedve, és ki vagyunk adva neki. Jaj nekünk, hogy ez most szabad, és reszketünk. De jaj azoknak, hogy ez most szabad, és diadalmaskodnak. Nekik a végleges jaj. Nem ellenállni, nem ellent mondani, nem szembeszállni. Könyörögni a becsapottakért, mert a boldogtalanok áldozatul estek. Engedd meg, atyám, hogy észre térhessenek. És azok, akik a földet ma igazságtalansággal bemocskolták, az Antikrisztus szolgái és démonok Istenhez való hasonlóság nélkül, a személyes lét életszentségének bélyege nélkül, az életszentség beszennyezése, amit mi bűnnek hívunk. Erősítsd meg a szavak hatalmát, és a tűzözön előtt még legyen türelmed, és adj nekik erőt és időt, hogy észhez térhessenek. Tedd őket megszólíthatóvá. A léleknek nincs és nem lehet teljesítve, ha van egy, egyetlen egy, aki elkárhozott. Nincs és nem lehet békéje senkinek, amíg van egy, egyetlen, aki szenved. A világ száma betelt. Az utolsó naphoz értünk, ne hagyj el bennünket a sötétségben és a sivatagban, hogy megtalálhassuk a te országodat. Ámen. Amikor már nem tudunk megszólalni, az azt jelenti, hogy mindent elmondunk ezzel kapcsolatosan. Egyébként azért tartottam fontosnak, hogy ezt az imádságot is egy ilyen kiírásban közé tegyük, hogy bármikor elővehesd, akár leírhatod, közölheted bár másokkal, gondold végig minden szavát, és élj úgy, ahogy döntöttél. Én nagyon köszönöm megtisztelő figyelmeteket, és igazából, aki csak ezt a második részt nézi, meg nagyon javaslom, hogy a Remény Morzsái című hosszabb lélegzetvételű kis előadást is nézze meg, mielőtt ezt nézni, de ebbe is a lényeg nagyon sok esetben benne volt. Úgy csinált, és szépen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok bennünket. Szép estét számítok. Sziasztok!